jött egy olyan gondolatiság, miszerint szerint minden egyes helyzetnek, szituációnak van egy bizonyos adott rezgés száma, frekvenciája. Ezeket a helyzeteket, szituációkat éljük át a földi létezés során. Nekem az a tapasztalatom, a saját életemmel kapcsolatban is, hogy ezeket a szituációkat, helyzeteket már sokkal korábban eltervezzük, megírjuk, megalkotjuk, elképzeljük, mint ahogyan azok létrejönnek fizikálisan. Vagyis megvan az életünk terve valahol, szerintem a saját önvalónkban, ez ki van nyilatkoztatva, és hogyha ügyesek vagyunk, akkor akár gyerekkorunkban készíthetünk ezekről az utakról, helyzetekről különböző rajzokat, írásokat, terveket. Magyarán ez az út valamilyen szempontból adott. De én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent mi határozunk meg. Hogy milyen helyzeteket szeretnénk átélni, mert mi valamivé szeretnénk válni, és ahhoz, hogy elérjük ezt a szintet, különböző stációkon kell végigmenni. Tudjuk azt, hogy mindenki más-más utat jár be. Viszont lehet, hogy a végcél azonos, lehet, hogy mindenkinek egy magasabb szintű minőségbe, az egységbe kell visszatérni. De ahhoz, hogy vissza tudjunk térni, rezgés szintet kell emelni, hiszen tudjuk azt, hogy a testetöltés során, amikor idejövünk és elkezdjük a fizikális létezést, ez a szint valamennyire lecsökken. Hát mondjuk úgy, hogy az átlag embereknél sokkal inkább lecsökken ez a szint, vannak olyanok, akik magasabb tudatállapotokkal, energetikai szintekkel működnek, valószínű, hogy ők sokkal inkább fognak emlékezni erre a fajta kinyilatkoztatásra, és arra is, hogy mi van az önvalónkba beleírva, és ugyan mondtam, szerintem ezeket a terveket mi készítjük el, mi írjuk le, mi fektetjük le, aztán szépen ezeket fogjuk átélni a földi létezés során. De, ami új a mai tétel során, vagy a mai felvétel során, az az, hogy én azt gondolom, hogy minden egyes helyzetnek, szituációnak megvan az, hogy hány frekvencián, hercán, rezgéssel, vagy rezgés szinten működik, és hogyha... Van egy olyan helyzet, szituáció, vagy egy életesemény, vagy egy helyzet, vagy egy korszak, ami sokkal magasabb szinten működik, de mi még nem tartunk ott, akkor ezeket az ügyeket nem is fogjuk tudni kialakítani fizikálisan. Szerintem ez nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy az egész életünk így van felépítve. Tehát megszületünk, és elindul az itteni pályafutásunk. De szerintem már abban a pillanatban, sőt, lehet, hogy már előtte is mindenki van nyilatkoztatva, úgymond előre. És minden egyes helyzetnek, szituációnak, korszaknak van egy bizonyos rezgés száma, és ahogy haladunk az úton, úgy valósítjuk meg ezeket az ügyeket, mindig ahhoz mérten, amilyen rezgés szinteken tartunk. Most mondok valamit, ha például én még csak 20 hercen rezgek, de van egy olyan helyzet, szituáció, ami már sokkal magasabb szinten nyilvánul meg, akkor most még azt nem fogom tudni megvalósítani, csak akkor, hogyha odaérek. De ehhez kell idő, egyrészt, másrészt pedig kell tér. Bár azt gondolom, hogy ez a kétféle aspektus összefügg, vagy lehet, hogy ugyanazt jelentik. Tehát ahogyan haladok előre a térben, úgy haladok előre úgymond az időben, de szerintem úgy emelem ezeket a szinteket. Persze lehet, hogy vannak olyan állapotok, amikor ezek a rezgés szintek lecsökkennek, de akkor valószínű, hogy olyan helyzeteket fogunk megteremteni, olyan helyzeteket fogunk úgymond bevonzani, bár én nem nagyon szeretem ezt a szót, amelyek szintén alacsonyabb szinteken vannak. Igaz ez különböző kapcsolatokra is. Nagyon sokféle kapcsolatunk lehet egy-egy ilyen földi lejövetel kapcsán, és mindig olyan emberek lesznek mellettünk, vagy olyan emberek állnak meg előttünk, akiknek hasonló rezgés szintjük lesz. Vagy akik valamilyen szempontból szeretnének bennünket befolyásolni, és esetleg lecsökkenteni ezt a szintet, mert ilyen is lehet. Ezt fel kell ismerni, olyankor tovább kell menni. Nem jó ilyen emberekkel szerintem kóperálni, mert akkor elveszítjük ezt az utat, elveszítjük az energetikánkat, és nem az eredeti kerékvágás szerint működünk, haladunk. Tehát nagyon fontos szerintem azt megnézni, Egyrészt, hogy hol tartunk, másrészt, hogy milyen utakat jártunk be eddig, hogy ezek a helyzetek, szituációk hogyan működtek, és hogy milyen szinteken rezegtek, szerintem ezt lehet érezni. Most mondhatjuk azt, hogy azok a helyzetek, amelyek negatívabbak, vagy rosszabbak, vagy kellemetlenebbek, azok biztos, hogy alacsonyabb frekvencián működnek. És vannak olyan helyzetek, szituációk, amelyek meg kellemesek, és amelyek által mondjuk az ember akár még boldog is lehet, azok meg magasabb rezgés szinteken működnek. De szerintem minden egyes helyzet által azt kell vizsgálni, hogy melyik hogyan mozog rezeg, milyen energiákat tartalmaz. De azt is nagyon fontos megnézni, hogy mi hol tartunk, és hogy milyen egyezőségek vannak. Az sem mindegy, hogy ki milyen rezgés szinttel születik a Földre, mert hát ez is nagyon sok mindent meghatároz, meghatározza azt is, hogy milyen lesz az utunk. Vagy mi mit szeretnénk elérni. Mi az itteni missziónk. Mivé válhatunk, mennyire tudunk majd közel kerülni az egységhez, a rendbeli mintához. Én azt is tanultam annak idején, hogy ha mondjuk a szülőpároknál nem jelenik meg az a fajta rezgés szint, ami azt idézi elő, vagy idézheti elő, hogy egy új ember, gyermek a földre szülessen, akkor ez a gyerek nem fog megszületni. Vagy nem ott, náluk hanem máshol, akik ezeket a rezgéseket elérik. Ha mondjuk nekem 500 hercen kell leszületni, vagy kellett, akkor én olyan szülőknél nem tudtam megjelenni, akiknek mondjuk az összeadott rezgés szintjük mondjuk csak 200 hercen volt, mert én sokkal magasabb szinten vagyok, vagy voltam. De szerintem ez mindenre igaz. Igaz a különböző itteni szituációkra, Mindenre, a kapcsolatokra, mindenre, amit itt átélünk, és hogyha mondjuk én szeretnék valamit kialakítani, de még nem tartok egy olyan szinten, akkor nem fogok tudni, ha megfeszülök, akkor sem. Tudom, mert én ezt folyamatosan vizsgálom, és vannak olyan helyzetek, amelyeket mondjuk már 5 évvel ezelőtt szerettem volna átélni, de nem tudtam átélni, mert nem tartottam még ott. És nem biztos, hogy feltétlenül gondolatiságban nem, hanem ahogy mondtam, energetikailag. Tehát a rezgés szinten még nem volt olyan állapotban, mondjuk így, még nem értem el ezt a fajta frekvenciát, ami ahhoz kell, vagy kellett, hogy azt a helyzetet, vagy állapotot átéljem, létrehozzam, vagy benne legyek. Amiről lehet, hogy már öt évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy már jó lett volna, ha megtörténik. Lehet, hogy ha arról beszélünk, hogy mi az, hogy történés, akkor erről kell beszélni. Hogy mindig akkor történik valami, vagy akkor kerülnek bizonyos dolgok fizikális viszonylatba, amikor odaérünk rezgés szintben. Én azt gondolom, hogy az egész életünket így le lehet vezetni. Vagy le lehetne nevezetni. És minden egyes állapotnak meg lehetne mérni a, a rezgés szintjét. Hogy melyik állapot, melyik helyzet hány hercen rezeg. És uh, szerintem azt kell megtanulni, hogy maga az idő, mint olyan, hogyan működik. Mert szerintem ez a legnehezebb. Mert végig kell járni ezt az utat. Mert nagyon sok minden van, nagyon sok mindenen kell keresztül menni. De ehhez idő kell, nyilván. Tehát, ahogyan mondtam, ha most valamit én mondjuk öt évvel későbbi időpontba írtam az életembe, mert akkor fogok elérni egy olyan szintet, akkor ezt nem fogom tudni most létrehozni, ha a fejem tetejére állok, akkor sem. Mert energetikailag ez nem tud létrejönni, nem tud besűrűsödni. Tehát igazából szerintem azt is nézni kell, hogy mi az, ami be tud sűrűsödni anyagi viszonylatba, de ehhez az kell, hogy olyan energetikai szintek legyenek. Hát ez nagyon érdekes szerintem. És azt is gondolom, hogy nem csak egyénileg kellene ezeket az ügyeket vizsgálni, hanem, hanem átfogóan is. Hogy az egész földön ez a, ez a rendszer hogyan működik. Most mondok valamit. A mostani korszakunknak a rezgés szintje nagyon alacsonyan volt. És még szerintem most is, bár egy picit már jobb állapotokat értünk el. Na most uh, nyilván, hogy ezért van az, hogy ezt a korszakot Kali-júgának nevezik, és nem aranykornak, mert magának a korszaknak nincs olyan rezgés szintje, még frekvenciája, hogy azt mondhassuk, hogy mi az aranykori állapotokban élünk, hiszen az aranykor egy nagyon magas szinten rezeg mozog. Tehát nem fogjuk tudni most átélni még az aranykori állapotokat, mert még a rezgés szint, az itteni frekvencia is nagyon alacsonyan van. Vagy hát sokkal alacsonyabban, mint mondjuk az aranykori, például az aranykori minőség. De ez a saját életünkben is ugyanígy van. És tudjuk azt, amit mondtam, hogy nagyon sokféle kapcsolatunk lehet, meg volt. Hát igen, nekem is. Nagyon sokféle interakcióban vettem részt, nagyon sokféle találkozáson volt, és tudom azt, hogy többféle korszakom is volt, nyilván, de hát szerintem ezzel mindenki így van, és voltak olyan helyzetek, szituációk, amelyekről konkrétan éreztem, hogy nagyon alacsony szinteken mozogtak. De lehet, hogy azért, mert akkor valamilyen szempontból még én is, mert nem jutottam el. Még egy magasabb állapotban, mert nem jártam végig az utat. És szerintem ez a legfontosabb most, amit mondok, hogy az úton való járás tulajdonképpen az, ami felemeli a rezgés szintet. Hát akkor, hogyha jó úton járunk, és hogyha azokat a pozitív energiákat képviseljük, amelyekre szükség van ahhoz, hogy följebb emelkedjünk, nem fizikálisan, hanem belül energetikailag. És itt nem a fizikális erőről van szó, hanem arról, hogy mennyire tudunk kialakítani, Isten közeli, vagy közelebbi állapotokat. Mert ha már én nagyon közel vagyok ehhez a mintához, akkor biztos, hogy sokkal magasabban van a rezgés szinten, vagyis a frekvenciám, és akkor sokkal kedvezőbb helyzeteket alakítok ki. De ehhez végig kellett menni ezen az úton. Az is jó kérdés, hogy kinek mennyire csökken le a frekvenciája, a saját frekvenciája, amikor idejön, és az út során, mert ha nagyon lecsökken, akkor biztos, hogy nagyon kemény utat kell bejárni. Mondhatnám azt is, hogy azt is vizsgálni kellene, hogy a tudat szintek mennyire csökkennek le, mert ha valakinek nagyon alacsonyan van a tudat szintje, nagyon zárt rendszerben működik, neki nagyon kemény lesz az itteni útja. Ha sok mindenre emlékszünk, és nyitottabb tudatossággal, jöttünk ide, és egy ilyenfajta missziót vállaltunk, akkor szerintem, hát mondjuk azt, hogy Isten közelebbi minőséget tudunk kialakítani. Nem mondom azt, hogy akkor nem lesznek nehézségek, szerintem lesznek, de de talán jobban megértjük ezeknek a helyzeteknek az okát, jobban tudunk viszonyítani, és jobban is emlékszünk ezekre az aláírásokra. Mert, ahogy mondtam, szerintem mindent, minden egyes helyzetet, szituációt aláírunk, még mielőtt ezeket elvégezzük fizikálisan. Szerintem ez nagyon érdekes. Tehát én szerintem az egész életünket le lehetne így vezetni, és meg lehetne azt adni, vagy mérni, hogy ezek a szintek hogyan változtak. Az is lehet, hogy egyfajta ilyen térképet lehetne készíteni az egész életünkről. Hogy mikor, hogyan rezegtünk, hány hercen, egy-egy szituáció, vagy egy-egy kapcsolat, hány hercen rezget. Mert nekem is voltak olyan kapcsolataim, amelyek szerintem nagyon alacsony szinteken mozogtak, rezegtek, mert lehet, hogy a másik fél olyan volt, és nagyon le akart húzni energetikailag, és lehet, hogy ez, ez, sikerült is, és voltak olyanok is, amelyek meg mondjuk nem annyira, tehát nagyon számít az is, hogy az ember kivel találkozik. Szerintem az a jó, hogy olyanokkal találkozunk, akik szintén magasabb rezgésekkel működnek, meg tudatállapotokkal, tehát hogy nyitottabbak, mert akkor, akkor nem csökken vissza ez a szint egyrészt, másrészt emelhetjük egymást, tölthetjük egymást, és így fogjuk egymást megérteni. Hát tudom, hát a hozzám bejelentkezők közül is, én rögtön érzem azt, hogy ki milyen szinten tart, azt nem mondom, hogy volt már olyan, aki ezt a szintet elérte volna, mert olyan, na, még nem igazán találkoztam, maximum egy-két embere tudnám azt mondani, hogy már közelebbi állapotokban vannak, de általában olyan félúton tartanak. Tehát olyan ötven százalékon működnek, és persze vannak olyanok is, akik sokkal alacsonyabb szinteken, de akik meg nagyon-nagyon alacsony szinten mozognak velük, nem igazán tudok mit kezdeni, mert igazából ők nem is értanák meg. Nem, tehát, nem tudják ezeket az energiákat venni. Mert nincsenek olyan rezgés szinten. És nem is bírják el ezeket az energiákat, mondjuk, amiket én közvetítek. De ahogyan mondtam, szerintem az egész életünk így működik, és azt is tudom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem tartottam egy ilyen állapotban, és akkor biztos, hogy alacsonyabban volt a rezgés szintem és a tudatállapotom is sokkal zártabb volt nyilván, mert még nem indultam el ezen az úton nem fejlődtem annyit, nem kutattam, nem elemeztem ilyen sokat, kellett az út. Tehát ezért mondtam azt, hogy kell egy bejárt út, mert maga a bejárt út fog rezgés szintet emelni, és nyitni a tudatosságon, és ez alatt az út alatt fogunk tudni nagyon sok mindenre emlékezni, és ezeket az emlékeket előásni saját magunkból. De nem ha arra gondolok, hogy a múltbéli eseményeket fogjuk tudni előhúzni, vagyis azt, hogy mondjuk ebben az életünkben mi történt velünk, nem erre gondolok. Tehát itt nem ilyen nosztalgiázásra kell gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy arra fogok emlékezni, hogy nekem mondjuk az önvalomban mi van, mi tárolódik. Nekem ennyi minden volt és van az önvalomban, amiket én átadtam, és még szerintem számtalan dolog. Kerül majd elő, mert én is haladok az úton, és telik az idő. Tehát, ahogy mondtam, szerintem mi pont ezért jövünk ide, hogy átéljük ezeket a viszonyokat, és megtanuljunk fizikális térben is működni, mozogni. Nem mellesleg, ahogy mondtam, meg kell tanulni az idővel is úgymond bánni, meg tűrni ezeket az elemeket szó szerint, vagyis le kell valamilyen szempontból lassulni. És minden egyes stációt ki kell pipálni. Mert lehet, hogy gondolatiságban én ezen az úton már nagyon sokszor és régóta végigmentem, de fizikálisan nem fogok tudni. Szerintem pont azért, amit mondok, mert, mert a rezgés szinten még nem tart ott. Mert fokozatosan lehet ezen csak emelni. Hát a Földnek a rezgés szintje is fokozatosan emelkedik és el kellett telnie mondjuk ahhoz 40 évnek, hogy valamennyire megmozduljon ez az egész. Tehát ezért mondtam azt, hogy szerintem az idő, mint olyan, nem véletlenül jelent meg, mert szellemi szinteken nincs idő. Tehát, hogyha a magasabb állapotokról beszélünk, akkor ott ez nem jelenik meg, valószínű, hogy azért, mert ott erre nincs is szükség. Tehát csak a Földön van erre szükség fizikális viszonylatban mert valószínű, hogy nekünk ezt kell megtanulni, és akkor azt is gondolom, hogy minden egyes embernek ezt kell megtanulni. Tehát igen, de te a tananyag, az szerintem mind a 8 milliárd embernél ugyanaz. Csak mindenki más szinteken mozog, rezeg, másfajta utakat jár be, másfajta osztályokban helyezkedünk el, de a tananyaga szerintem helye, közel ugyanaz. Persze jó, lehetnek ilyen átfedések, meg lehet, hogy vannak olyan emberek, akiknek már nagyon sok mindent nem kell megtanulni, mert lehet, hogy már ez az utolsó testöltésük, és már nagyon sok mindent kipipáltak. De lehet, hogyha a lényegét tekintjük ennek az egész dolognak, akkor beszélhetünk arról, igen, hogy hát igen, szerintem. Ugyanazok a tételek vannak nagyon sok helyen kinyilatkoztatva, az más kérdés, hogy ki az, aki ezeket a tételeket veszi és észreveszi, vagy elkezdi ezeket használni, kamatoztatni, és ki az, aki nem. Tehát szerintem lehetne egy ilyen térképet, vagy lenyomatot készíteni arról, hogy milyen a mi utunk rezgés szintben. És ezt végig lehetne vezetni. És meg lehetne azt nézni, hogy bizonyos szituációk, helyzetek hogyan hatottak ránk, vagy bizonyos ügyek mennyire vették el az energetikánkat, vagy sem, vagy mennyire csökkentették vissza, vagy beszéljünk különböző emberekről. Tudom, mert vannak olyan emberek, akik nekem is le akarják csökkenteni az energetikámat, vagy szándékosan, vagy tudatalat, és ezektől az emberektől meg kell válni. Mert ha már az ember elért egy szintet, és Bejárt egy nagyon hosszú utat, akkor ne hagyjuk azt, hogy hogy rántsanak, mert akkor nagyon sok mindent kezdhetünk előről. És nekem is voltak ilyen helyzetek az életemben, hogy már nagyon jó kis állapotokat értem el, és akkor jött valaki, aki belerondított ebbe a képbe. És uh, amíg nem szabadultam meg ettől az illetőtől, vagy több ilyen embertől, addig nem is tudtam ezt a szintet úgymond visszatornázni. Tehát uh, mondhatnám azt, hogy ezek a rezgés szintek folyamatosan ingadoznak. De szerintem a Földnek a saját frekvenciája is folyamatosan ingadozik. Tehát nem mindig ugyanolyan, hát persze, hogy nem. És hiába van az, hogy esetleg már följebb emelkedett, hogyha mondjuk az emberek itt a Földön rosszul viselkednek és negatív energiákat áramoltatnak, akkor ez a szint vissza fog csökkenni. Na most, hát ezt állandóan valahogyan korrigálni, és megpróbálni visszaemelni, és beállítani ezt az egész rendszert egy olyan állapotba, ami ami fontos, és ami jó, Szerintem ez egy nagyon nehéz ügy, de ugyanakkor szerintem a saját életünkkel kapcsolatban is beszéltünk erről. Szerintem sokkal jobb egyedül élni, alkotni, dolgozni, lenni, mint olyan emberek társaságában, akik, akik nagyon rosszallók, és akik, akik ezt az egész felépített rendszert megpróbálják valahogyan így lerombolni. Én egyedül sokkal jobban ki tudok teljesedni, és sokkal hatékonyabban is tudok dolgozni, magasabb szinteket tudok elérni, bensőségesebb állapotokat, mert ilyenkor az ember csak erre a fajta munkára koncentrálhat, nem mellesleg nem pedig jobban lehet érezni ezeket az energiákat. Vagy jobban bele tudjuk saját magunkat helyezni, Ebben a rendszerben, mint akkor, amikor mondjuk körülvesznek bennünket, és elvonják a figyelmünket. Én már nagyon kevés emberrel kóperálok, pont ezért. Nagyon megválogatom azt, hogy kivel állok szóba, és akivel szóba állok, vagy akikkel velük sem túl hosszú ideig. Rövid ideig. Egy picit. Kapnak ebből a dologból, aztán utána mindenki szépen megy és csinálja a dolgát. Mert ugye nekem van dolgom folyamatosan, és nem is engedem meg azt, hogy mondjuk zavarjanak. Tehát én elvonulok, és, és alkotok, és készítem ezeket a felvételeket, nagyon-nagyon sokat írok, rengeteget, állandóan gondolkodom, de nem szándékosan vagy direkt, hanem Ugye ezek a tételek így jönnek, és folyamatosan ugye ezeket ki kell dolgozni, föl kell vázolni, meg hát el kell készíteni ezeket a műsorokat. Szóval, hát igen. De ahogy mondtam, szerintem ez azért fontos, mert ilyenkor az ember egy sokkal bensőségesebb állapotot tud kialakítani az önvalójával kapcsolatban, mondjuk így. Vagy emelkedjünk följebb a nagy egyetemességgel. És nagyon jó ezzel a fajta közeggel így egyben, egységben létezni, mert olyankor az ember sokkal több energiát fog kapni, sokkal pozitívabb energiákat, szeretetteljesebb mintákat, mintaképeket, és azt gondolom, hogy így lehet dolgozni. Nagyon hatékonyan, szépen, és uh, ilyenkor szerintem úgymond a személyiségünk is eléggé átalakul, de ahogy mondtam, ehhez kell egy elég hosszan bejárt út. Nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy egy 20 éves út kell. És általában olyan 20 éves kortól tud ez a dolog elindulni, szerintem előbb nem. Tehát akkor olyan 40 év körül lehet eljutni egy erősebb szintre, de az egy alap, ezt sokszor elmondtam, tehát 20 évesen, nagyon sokan még el sem indultak ezen az úton. Vagy ha igen, akkor még nagyon az elején tartanak, mert eleve nem is volt annyi idejük arra, hogy ezt az utat bejárják. Tehát ezért mondtam azt, hogy időre szükség van. Ahhoz, hogy a mi személyiségünk át tudjon alakulni, ahhoz kell ennyi idő. Vagyis azt is mondhatnám, hogy kell az idő, mint olyan, de ugyanakkor a tér is kell mert az embernek fizikálisan is úgymond gyalogolnia kell, és nagyon sok mindent kell csinálni. És ezeknek a cselekedeteknek, helyzeteknek szerintem megvan a frekvencia száma, hogy hány hercen rezegnek, mozognak, de szerintem ez tőlünk is függ mert egy helyzetet nagyon sokféleképpen át lehet élni, vagy ki lehet alakítani. Kialakíthatom úgy is, hogy az nagyon magas szinten fog mozogni, rezegni, nagyon szeretetteljes állapotot lehet így elérni, de úgy is, hogy hogy sok negatív elemet tesz bele az ember, és nyilván, hogy olyankor a rezgés szint meg, nagyon alacsony lesz. Ahogy mondtam, a föld is Elindult egy ilyen folyamaton. Tehát a Földnek is van tulajdonképpen egy ilyen útja. Az is lehet, hogy erre is lehetne azt mondani, hogy olyan, mint egy ilyen önvaló kamino. Tehát itt is megmozdult valami, és a Föld is egy ilyen úton jár. És ehhez is kellett idő, nyilván. Meg még kell is ezek után. Tehát szerintem ez az idő és valamilyen formán ki van szabva. Tehát az is lehet, hogy már Születés előtt megvan az határozva, hogy ki hány éves koráig ér el egy olyan szintet, amit el kell érnie ahhoz, hogy mondjuk tovább tudjon menni. Vagy igen, az is nagyon fontos kérdés, hogy kinek mit kell elérnie. Mert nyilván, hogyha valakinek egy sokkal mesteribb szintet kell elérni, akkor én azt gondolom, hogy ő tovább fog itt maradni, hosszabb élete is lesz, mert hosszabb utat kell bejárnia ahhoz, hogy még magasabb rezgés szinteket érjen el. Tehát, hogyha mondjuk, ha azt vizsgáljuk, hogy valaki nagyon okos szeretne lenni, akkor nem fogja abba hagyni a tanulmányokat az általános iskola elvégzése után, hanem akkor utána elmegy mondjuk gimnáziumba, aztán egy egyetemre, és hogyha még okosabb szeretne lenni, akkor elmegy még egy egyetemre, egy harmadikra, egy negyedikre, stb. stb. Persze, jó, tudom, ez nem feltétlenül függ össze, mert vannak olyanok, akik lehet, hogy elvégeztek egy-egy főiskolát, és mégsem annyira okosok, és lehet, hogy vannak olyanok is, akik meg nem, és nagyon nagy adja rendelkeznek, de ezt most csak azért mondtam, mert nyilván, hogyha az ember akar tanulni, fejlődni, ahhoz kell idő és nem elég az, hogy én kiárom a nyolc általánost, és mondjuk már 14-15 évesen leteszem a lantót, hanem tovább kell menni. Hát az életünk is szerintem ilyen, hogy tovább kell menni, folyamatosan rezgés szintet kell emelni, és valószínű, hogy egy idő után már a különböző helyzeteknek, szituációknak is a rezgés szintje sokkal magasabban lesz. És már meg fogjuk tudni teremteni azokat a helyzeteket, amelyeket mondjuk 20 évvel ezelőtt nem tudtunk. De szerintem azért nem tudtuk, mert nem is volt rájuk szükség. Mert akkor nem azokra volt szükség. De szerintem erről is valamilyen szempontból mi határozunk, hogy mi az, amire szükségünk van, éppen abban az adott pillanatban, meg hogy kikre. És akikre meg már nincs, azokat nyilván el fogjuk hagyni. Mert csak egy ideig kellettek, és egy ideig. Tudtuk ezeket az energiákat összeadni, de utána kellettek az újabb és újabb emberek. Hát ezt én is tudom. Meg mindenki tudja, hiszen hát minden ember nagyon sok más emberrel is találkozott már nyilván, és biztos, hogy mindenkinek vannak olyan emberek az életében, akiket már rég elhagytak, már nincs kapcsolat, azért nincs, mert már nincs közös dolog mert már nem egy szinten rezgünk, mozgunk, mert ha én magasabb szinten rezgek, akkor ehhez mérten fogok bevonzani olyan embereket, akik szintén ilyen szinteken mozognak. Akik kell mondjuk 20 évvel ezelőtt volt kapcsolatom, vagy 30 évvel ezelőtt, őket már nem nagyon fogom szerintem. Hát maximum akkor, hogyha ők is ilyen erőteljesen fejlődtek, de hát ennek nagyon kicsi a valószínűsége, mert mondjuk az én életemben ez nem így van. Tehát én mindig újabb és újabb embereket vonzok be, és újabb embereket fedezek föl arra nézve, hogy ők mennyire passzolnak mondjuk az én utamhoz, vagy ezekhez a rezgésekhez. Ez egy ilyen energetikai út. Nagyon érdekes szerintem ez, hogy igen. Tehát mi szerintem ilyen energetikai útokat járunk be. Lehet, hogy fizikális, és az, az, látszik, az, a, ami látványos, de igazából ilyen energetikai mintaképünk van, és az egész itteni sorsunk, vállalásunk az így épül föl. Tehát mondhatnám azt is, hogy a sorsunk is... Nagyon sokféle ilyen rezgés szintet tartalmaz, és lehet, hogy frekvenciában, hercben le lehetne azt vezetni, hogy ezek a pontok, stációk hogyan mutatkoznak meg. Nagyon érdekes. És az is nagyon érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen mindenkinek más az útja, de mégis mindenki a földnevű bolygón járja be ezeket az utakat, és mindenkinek meg kell tanulnia az idővel bánni, meg az időt tűrni, és nem tudunk előrébb hozni bizonyos helyzeteket, mert azok magasabban vannak, mi meg még nem tartunk ott. Tehát azok a térben is máshova vannak elhelyezve, máshová vannak kinyilatkoztatva, magasabb szférákba, dimenziókba. De ha az én összetettségem még nem olyan, akkor nem fogok tudni még abban részt venni, majd csak mondjuk öt év múlva, hogyha elérek oda. Erre való az idő, szerintem. És hát mondhatnám azt is, hogy az is, hogy hogy az ember hogyan tanulja meg ezeket az itteni helyzeteket kezelni. Mert lehet, hogy ez nagyon nehéz. Sőt, szerintem igen. Tehát... Főleg azok számára, akik magasabb szinteken mozognak, ők szerintem nem nagyon tudnak bánni az idővel, és lehet, hogy mindent sürgetni szeretnének. De ahogy mondtam, én saját tapasztalatból tudom, hogyha megfeszülök, sem tudok bizonyos helyzeteket előrébb hozni, Hát hogyan hozzam előre? Ha valamit mondjuk 2024-ben nyilatkoztattam ki, mert addigra érekel egy olyan szintet, hogy ezt ki tudom alakítani, ezt a helyzetet, akkor ezt most nem fogom tudni megalapozni, és nem fogok tudni benne részt venni, bármennyire is szeretném. Nem fogom tudni, mert sem térben, sem időben nem ott vagyok még. És saját magamhoz képest sem vagyok ott. Tehát itt ezt is nézni kell, hogy én saját magamhoz képest hol tartok. Sőt, szerintem ez a legfontosabb, hogy saját magamhoz képest hol tartok, milyen szinteken, milyen állapotokban. Egyébként szerintem, hogyha valamilyen szempontból ezt meg is lehetne tenni, és mondjuk egy két évvel későbbi eseményt most ide le tudnék hívni, akkor lehet, hogy nem is bírnám el és ez az egész így összeomlana, vagy esetleg én összeomlanék, vagy ez az egész így összetörne. Most ezt így átvitt értelemben kell érteni, de szerintem energetikailag lehet, hogy maga az a rendszer, vagy a mostani tér, mint olyan nem is bírná el, mert az csak a két évvel későbbi térbe van kinyilatkoztatva, és ahhoz, hogy én oda elérjek, ahhoz meg kell az idő, vagyis át kell élnem még plusz két évet. Időben, de ugyanakkor szerintem térben is. Tehát minden szerintem így le van fektetve. Minden egyes helyzet szituáció, és lehet, hogy minden egyes ember élete így ki van nyilatkoztatva előre, és minden helyzet, minden szituáció megvan a térben valahol. És az is, hogy frekvenciában ezek hol és hogyan mozognak. Ez nagyon érdekes, tehát hogyha most uh, láthatóvá tudnánk tenni ezeket a, ezeket a lenyomatokat, akkor szerintem nagyon meglepődnénk. Mert az is lehet, hogy most látnánk a húsz évvel későbbi lenyomatainkat a térben. És azt is látnánk, hogy mondjuk az a fajta lenyomatunk, amik majd húsz év múlva leszünk, az hány hercen rezeg. De igazából szerintem ez mindenkinél ugyanígy van. Tehát hogyha most arról beszélünk, hogy, hogy van 8 milliárd ember, Körülbelül, akkor most 8 milliárd ember lenyomata van úgymond kinyilatkoztatva a térben, és megvan az, hogy ezek a helyzetek, szituációk milyen rezgés szinteken fognak majd működni. Persze szerintem nagyon sok minden el lehet alakítani is közben, de nekem az a tapasztalatom, hogyha egy ilyen terv le van fektetve, akkor ezen ugyanígy fogunk végigmenni, nem nagyon fogunk ezen változtatni. Mert mi pont ezért jöttünk ide, hogy ezeket az utakat bejárjuk, és hogy így járjuk be, és ennyi idő alatt. Tehát előbb nem fogom tudni bejárni, nem is ez a cél. Meg igazából szerintem nincs is megengedve, másrészt meg lehet, hogy tudatalat nem is akarjuk hamarabb bejárni. Mondhatom azt, hogy utólag mindig rájön arra az ember, hogy Hát jó, hogy még ez a dolog nem történt meg, mert még, erre, mert, még, mert még szükség volt erre az időre, hogy igen, most még ezt is el kellett intézni, és azt is, és még nem volt itt ennek az ideje. Igen, Ez, hát ezt szoktuk mondani, ugye, hogy még ennek nincs itt az ideje, vagy nem volt itt az ideje, de szerintem ezt mondhatnánk úgy is, hogy még ennek a dolognak nem volt itt a rezgés szintje, vagy mi még nem értük el azt a szintet, vagy kétféle vagy többféle szint nem tudott találkozni, nem tudott egybe vegyülni. De hogyha ezeken a szinteken emelünk, akkor, akkor szerintem akár kétféle dolog is be tudja egymást így vonzani, mint a mágnás, de ahogy mondtam, ez attól is függ, hogy, hogy ki hol tart és a helyzeteket, szituációkat is mi alakítjuk ahhoz mérten, hogy hol tartunk. És olyan helyzeteket fogunk kivetíteni, ahol tartunk. És uh, ahogyan uh, gondolkodunk magunkról, vagy az itteni állapotokról, vagy amit mi szeretnénk átélni, kialakítani, és mindig olyan helyzetben veszünk részt. Csak nagyon sok mindent elnyomunk, ugye? Tudat alatt egyrészt, másrészt sok mindenre nem is emlék szünk, vagy emlékezhetünk. Akik nyitottabb tudatossággal működnek, ők emlékeznek rá, hát mondjuk úgy, hogy jön én. Nem mondom azt, hogy mindenre emlékszem, mert mindenre nem, de nagyon sok mindenre igen, és olyan mondtam nekem, az egész utam ki van nyilatkoztatva. És szerintem ezeknek az állapotoknak a rezgését meg lehetne mérni. Nyilván, amit mondtam, 30 évvel ezelőtt az ember még teljesen más utokon járt, és másfajta szintekkel működtünk. És ezek a szintek szerintem így folyamatosan ingadoznak. Soha nem állandóak. Én nem gondolnám, hogy, hogy ebben van valamiféle állandóság. Szerintem nincsen. Az az állandó, hogy az ember folyamatosan úton van. Amíg itt vagyunk, addig biztos, hogy folyamatosan úton vagyunk. Szerintem még akkor is, amikor lefekszünk, aludni, az ember akkor is úton van. Mert akkor is változnak ezek a szintek, akkor is változik a, az ember frekvenciája, és ha már változik, az azt jelenti, hogy ez is ennek az útnak a része. Szerintem amíg földi viszonylatban vagyunk, vagy fizikális szinteken, addig folyamatosan úton vagyunk és soha nincs megállás igazából, és ezek a rezgés szintek folyamatosan váltakoznak. Erről talán már a szellemi szférában nem kell beszélni, de valószínű, hogy a tér, mint olyan, és az idő pont ezért lett úgymond kitalálva, ehhez mértem pedig a földi bolygó, hogy ezeket az ügyeket át tudjuk élni, és hogy ezeken az utakon végig tudjunk menni. És hogy fel tudjuk emelni a rezgés szintet, és lehetőségünk legyen arra, hogy a tudatunkon is nyissunk, de ez nem egy év, meg nem két év, hanem minimum húsz év, mert ezt csak ilyen lassan lehet megtenni. Előbb nem, mert testekben vagyunk, a test nem is bírná el a gyorsabb nyitást és az emelést sem. Tehát kell az idő, magyarán. Kell hozzá idő, nagyon sok idő. Úgy tűnik, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy az ember visszataláljon az eredeti minőségébe, vagy hazataláljon. Hát ez nagyon érdekes, hogy akkor ennyire eltávolodtunk ettől a mintától, hogy ennyire sok idő kell ahhoz, hogy az ember vissza tudja magát tornázni. Hát úgy tűnik, hogy igen. És akkor beszéljünk mondjuk a korábbi testetöltésekről, hogy már hányszor jöttünk ide, és ott is ugyanezeket a dolgokat végeztük ott is kellett emelni ezeket a szinteket, és ott is nagyon sok minden változott és ingadozott. És szerintem, hogyha elérjük a totális, úgymond megvilágosodást, vagy azt a fajta szintet, ami által már itt lehet hagyni ezt az egész műveletet, akkor hát magasabb minőségbe lehet lépni, kilépni ebből a sűrű fizikális masszából, mondjuk így. Úgyhogy ez nagyon érdekes. De ahogy mondtam, szerintem minden egyes állapotnak, korszaknak, évnek, évtizednek, hónapnak, napnak, megnyilvánulásnak, helyzetnek, szituációnak, ügynek, jelenségnek megvan a rezgés száma, hogy mi hány hercen rezeg. És ezt lehetne mérni. Milyen érdekes lenne, ha minden helyzetnek meg tudnánk mérni a rezgés szintjét. És látnánk azt, hogy különböző szituációk hány hercen rezegnek. Mondjuk, ha én elmegyek a boltba például, és ott részt egy szituációban, akkor meg lehetne nézni azt, hogy annak a helyzetnek a rezgése hány hercen rezget. Vagy ha mondjuk boldogabb vagyok, vagy esetleg nem tudom én, valami rosszabb dolog ér, de ahogyan mondtam, ezeket a helyzeteket valamilyen szempontból mi kreáljuk. Lehetnek ilyen belenyúlások, amit mondtam, hogy vannak olyan emberek, akik ugye egy bele akarnak rondítani ebbe, ebbe a képbe, hát azt egyrészt nem kell hagyni, másrészt meg utána vissza kell emelni ezt a szintet, hogy, hogy tovább tudjunk menni ezen az úton. De azoknak is meg lehetne mérni a frekvenciáját, meg a különböző embereknek is, hogy ki milyen állapotban tart, és aki nagyon alacsony szinten van, de hát mondjuk én ezt érzem. Én nagyjából meg tudom mondani, lehet, hogy pontos adatokat nem tudok, de nagyjából meg tudom azt mondani, hogy ki hol tart, sőt, igen, meg tudom mondani. És azt is, hogy még mennyi időre van ahhoz szüksége, hogy elérjen mondjuk egy magasabb szintet. Hogy milyen úton kell végigmennie, hogy hány évig kell még tanulnia, fejlődnie, hogy, hogy eljusson mondjuk az önvalójáig, és hogy utána még mit kell tenni, mert utána is nagyon sok feladat van. Úgyhogy ennyi. Szerintem ez egy nagyon érdekes tétel, még nem tudom, hogy mi lesz a címe. Amúgy hajnali egy óra van. Ilyenkor nagyon szeretek beszélni, mert sok gondolatiság jön, valamikor délután szoktam aludni, és akkor este állok neki, vagy ilyenkor késő este, vagy hajnalban, vagy éjjel dolgozgatni, mert egyrészt ilyenkor csönd van, másrészt pedig szerintem sokkal inkább összetudok csatlakozni, vagy egyben lenni azzal az aurával, amiben nagyon sok minden tárolódik, és aminek szerintem a rezgés szintje igen magasan működik. Ami nagyon jó, ezt lehet érezni, és nagyon jó egy ilyenfajta állapotban lenni, és egy ilyen kapcsolatot működtetni, mert ez egy nagyon fontos kapcsolat, amiben én benne vagyok, és amit én ápolok, és örülök annak, hogy már közelebbi minőségeket értem el, de ahogy mondtam, ehhez kellett az idő, és nekem is meg kellett tanulni bánni az idővel, tűrni az elemeket, ami nagyon nehéz. És az is nagyon fontos, hogy az ember ne sietessen semmit, mivel nem is lehet. Hiába szeretnék most máshol lenni esetleg, de nem tudom megtenni, mert nem tartok még ott sem így, sem amúgy. Mert euh, még ezeket a rezgéseket, vagy energiákat nem tudtam lehozni, nem tudtam besülíteni, még nem tudtak átalakulni, még nem tudtak fizikálisan is megnyilvánulni. Mert lehet, hogy még maga a tér sem engedi meg. Vagy mondjuk azt, hogy lehet, hogy még a térben sincs számára hely. Vagy lehetőség, lehet, hogy majd csak később lesz, mert euh, mert későbbi időpontokban nyilatkoztattuk ezt ki. És hogyha valamit egy későbbi időpontban nyilatkoztatok ki, akkor az ott fog besűrűsödni. Most nem fog. Mert ott van helye. Nem csak ideje, helye is. Úgyhogy ennyi. És ez volt a 768. felvétel. Ha jól tudom és jól emlékszem, igen. És ehhez kellett öt év. Tehát kellett öt év ahhoz, hogy 768 felvételt végig tudjak beszélni. Nyilván ezt egy év alatt lehetetlen lett volna végigvinni. Hát nem gondoltam volna, hogy öt évig fogok beszélni. Tehát amikor elkezdtem ezt az egészet, nem gondoltam azt, hogy én öt évig fogok beszélni. Hogy öt évig készítem ezeket a felvételeket, de hát ahhoz, hogy ezeket az információkat lehozzam, ahhoz kellett ennyi idő, de tér is kellett. Nagyon sok tér kell ezekhez a felvételekhez, nem fizikálisan, energetikailag. Ahhoz, hogy ezek tudjanak áramolni, és valahogyan el tudjanak helyezkedni, mert itt ezt is nézni kell, hogy mit hova helyezünk el. De szerintem ez mindig attól függ, hogy milyen rezgés szintek működnek, és hogy ezek a frekvenciák hogyan tudnak azonosulni egymással, vagy hogyan mutatnak egyféle képet. Mert ha valami nagyon magas szinten mozog, az nem nagyon fogja tudni befogadni azt, ami alacsony szinten van. Tehát itt analógiáról kell beszélni, hogy azok fogják egymást bevonzani, és azok a helyzetek fognak tudni besűrűsödni, ahol analógia van, magyarán egyféle szint, vagy nagyon hasonló, azonos, közeli állapot. Ehhez viszont végig kell menni az úton, kell tér, kell idő, kell az, hogy az ember folyamatosan fejlődjön, mert ez már rezgés szintet, és... Meg kell tanulni bánni az itteni földi helyzetekkel és törvényszerűségekkel, mert ezek azok. Egyébként jó dokumentálni ezt az utat. Tehát érdemes akár naplót vezetni, vagy bármit. Mert egyrészt így könnyebb végigmenni, másrészt nagyon érdekes lesz később. Évek múlva elolvasni, vagy visszanézni azt, hogy az ember mondjuk mit írt le, vagy hogyan gondolkodott, és lehet azt érezni, akár különböző írások vagy felvételek kapcsán, hogy az embernek valóban alacsonyabban volt a szintje. Ha most én meghallgatnám az öt évvel ezelőtti előadásokat, vagy ezeket a felvételeket, hát tudom, hogy lehet érezni azt, hogy Egyrészt nem voltam ennyire felkészült, nem voltam még annyira tudatos, nem működtem ilyen erős energiákkal, és persze, ahogy mondtam, ezen folyamatosan lehet emelni, és nyilván, hogy az ember halad tovább az útján. Mert ezért jöttünk ide. Vagy mondjuk azt, hogy ezért kaptuk meg ezt a lehetőséget, hogy ezen az úton végigmenjünk, kamatoztassuk, tanuljunk, és elérjünk egy nagyon bensőséges, önazonos állapotot. Hát ezért a Föld, ezért a fizikális létmód, ezért az emberi mi volt. Mert itt és most van dolgunk ilyen körülmények között, ilyen fizimiskában, ilyen tételekkel, ilyen misszióval. Erre jó emlékezni. Jó, tudatosan végig, Menni, végigvinni ezt az utat. Sokkal izgalmasabb lesz, sokkal érdekesebb, színesebb, gazdagabb és boldogabb. Mert, hogyha az ember emlékszik az útjára, a vállalására, akkor szerintem sokkal boldogabb lehet. Nekem ez a tapasztalatom. Nem mellesleg, amikor már elérünk egy ilyen szintet, akkor biztos, hogy nagyon magas és tiszta energiákkal fogunk működni, ami eleve boldogságot idéz elő mert elkezdünk emlékezni az eredeti minőségünkre. És ha most az elmúlt 20 éves útról kell beszámolni, akkor azt mondhatnám, hogy ennél nagyobb boldogság nem igazán van. De hogy ez az, az ezer százalék, mivel én ezt a 20 éves utat bejártam, megtettem, és önmagamon belül eljutottam oda, ami egy nagyon fontos állapot nekem. És persze jó kérdés, hogy mások mit tudtak ebből kamatoztatni? Tudtak. Tehát nagyon fontos az is, hogy nagyon sokat adjunk, áramoltassunk. Ha magasabb rezgés szintekkel, tiszta energiával működöm, akkor sokkal szebb, jobb dolgokat tudok átadni magamból, vagy ebből a mintából. Ez is egyfajta cél. Ezért gondolom azt, hogy az utunk szolgálat. Akkor, ha egy ilyen vállalással érkeztünk. De nagyon úgy tűnik, hogy ez így van. Arra gondoltam, hogy egy picit rajzolok is, hogy érthetőbb legyen a mai felvétel. Tehát, amikor az ember megszületik, a földre érkezik, akkor nyilván, hogy kell egy test, egy forma, egy emberi alak, amiben az itteni pályafutásunkat el tudjuk kezdeni, indítani. De tudjuk azt, hogy a mi eredeti minőségünk egy sokkal magasabb szintű, azt is mondhatnám, hogy több dimenziós rendszer, Nevezzük úgy, hogy ez az energetikai térrendszer maga a lélek, ami nagyon sok információt tartalmaz, és mi ezeket az információkat próbáljuk itt megjeleníteni, ugye testi formátumokban. Most azt is tudjuk, hogy mivel a lélek, mint olyan több dimenziós, és nem korlátozódik anyagra, ezért Nyilván, hogy sokkal magasabb a rezgés szintje, a frekvenciája. Amikor teste töltünk, akkor valószínű, hogy ez a rezgés szint, vagy frekvencia le fog csökkeni, pontosan azért, mert anyagba kerülünk, tehát anyagi viszonylatot kezdünk el mozgatni, és az anyag, mivel nagyon sűrű, nagyon sűrű a szerkezete, ezért biztos, hogy valamennyi energiát el fog venni, magába fog úgymond kebelezni, ezért ez a rezgés szint le fog csökkenni. Vannak, akiknél ez a rezgés szint elég erősen lecsökken, ők valószínű, hogy sokkal tudattalanabb életet élnek, vagy mondjuk úgy, hogy tudatalattiságból működnek, akiknél nem csökken le ez a szint, ők sokkal inkább emlékeznek az eredeti minőségükre, ők biztos, hogy magasabb rezgés szintekkel, frekvenciával érkeztek, tehát, ahogy mondtam, ez egy magasabb szint. Na most, ahogy teste töltünk, és ide kerülünk a nevű bolygóra, ez a szint, és ugyanakkor a tudat állapot is le fog csökkenni, és a tudat állapot is valamilyen szempontból be fog zárulni, és nekünk az a dolgunk az itt lét során, mondjuk úgy, hogy a földi élet során, hogy ezeken a szinteken emeljünk, és hogy nyissunk. Nagyon fontos a nyitás ebben a történetben, és ahogy mondtam, tulajdonképpen, ahogyan haladunk előre a térben és az időben, úgy próbáljuk meg visszaemelni ezeket a szinteket az eredeti Állapotba. Persze az is lehet, hogy ennél sokkal magasabb szinteket is el lehet érni. Az már biztos, hogy egy mesteribb minőség. Attól függ, ez attól függ, hogy ki milyen szintre szeretne érni, vagy kinek mi a dolga. Tehát a testbe kerülés mindenképpen lecsökkenti a rezgés szintet, a frekvenciát, ha mondjuk nekem az eredeti minőségem 500 hz rezget, akkor biztos, hogy valamennyire ez le fog csökkenni, és lehet, hogy amikor teste töltök, akkor mondjuk csak 200 hz fogok rezegni, mozogni, és akkor nyilván, hogy az lesz a dolgom, hogy minimum 500 Hz-re visszaemeljem a benső úgymond fényállapotot, vagy ezt a rezgés szintet. Azért, hát szerintem egyrészt azért, hogy elkezdjünk emlékezni az eredetünkre. Egyrészt. Másrészt pedig nekünk meg kell azt tanulni, hogy hogyan tudjuk megugorni az itteni anyagi szinteket, hogy, hogy a fizikális rendszer, mint olyan, ne hasson ránk annyira. És mondhatnám azt, hogy az egész életünk úgy telik, hogy ezen az úton menetelünk. Ez ugye egy földi út, nyilván, egy fizikális út, ahol megjelent maga az idő, tehát az időnek itt nagyon fontos szerepe lesz, és hát megjelent a tér is nyilván, hiszen ezen az úton nekünk fizikálisan is végig kell menni. Ahhoz, hogy vissza tudjuk emelni ezeket a szinteket, szükség van mindenképpen az időre és a térre, hiszen ezt az utat úgymond nem tudjuk bejárni két nap alatt, ahogy mondtam, szerintem kell minimum egy olyan húsz év, amíg vissza tudjuk tornázni magasabb szintre a, hát mondjuk azt, hogy igen, hogy ezeket az állapotokat, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy kb. olyan 20-25 évesen indulhat el az ember ezen a másik úton, és akkor ehhez hozzá kell adni plusz 20 évet, tehát ezért mondtam, hogy kb. 40-45 éves kor körül lehet elérni egy alapszintet, ami egy alapszint, és utána lehet ezt az egészet följebb emelni. Tehát ezért van az szerintem, hogy az embernek ilyen sok időt kell eltöltenie a Föld nevű bolygón. Hát mondjuk azt, hogy jó esetben mondjuk olyan 70-80 évet, persze ez lehet ennél magasabb szint is, vagy élhetünk akár 100 évig, vagy 100 Akárhány évig, de ennyi időre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az ember egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen alapállapotot elérjen. És ugye kellenek a korábbi testetöltések is, ezért is rajzoltam le ezt az úgymond körforgást, hiszen minden ciklikusan ismétlődik, azért, mert ennyi időre van szükség ahhoz, hogy elérjük a totális önvalót, az önazonosságot, az abszolútumot, nevezzük, hogyan szeretnénk. Na most nagyon fontos arról beszélni, igen, hogy amikor megszületünk, akkor nyilván, hogy elindul az itteni pályafutásunk, és nagyon sokféle helyzetben, szituációban veszünk részt. Most ide fogom rajzolni, mert itt van még hely, de nagyon sok szituációban kell részt vennünk, nyilván hát ezt tudjuk, és uh, amit mondtam az előző részben, hogy ezek a, ezeknek a szituációknak, helyzeteknek szerintem megvan a, a rezgés száma mindennek, hogy mihány hercen rezeg. De szerintem ez attól is függ, hogy mi milyen rezgés szinttel érkezünk ide. Akik magasabb szintekkel érkeznek, ők valószínű, hogy uh, Teljesen másfajta életet fognak élni. Lehet, hogy sokkal úgymond bensőségesebb, tehát, hogy ők biztos, hogy a rendel fognak valamiféle bensőséges kapcsolatot ápolni. Mondjuk azt, hogy nem hétköznapi életet élnek. Nagyon sokféle szituációban, helyzetben veszünk részt, nagyon sokféle esemény van fizikálisan. Ezek az események ugye így szépen egymást követik. És, ahogy mondtam, minden egyes eseménynek, helyzetnek, Megvan az, hogy hány hercen rezeg, de ez mindig attól függ szerintem, hogy mi milyen szinten tartunk. Mert tulajdonképpen mi vetítjük ki ezeket a szituációkat, mi alkotjuk meg. Ha nekem magasabban van már a rezgés szintem, akkor valószínű, hogy ezeknek a helyzeteknek a rezgés szintje is sokkal magasabban lesz. És már teljesen másfajta helyzetekben fogok részt venni. Persze, ahogy mondtam, lehetnek olyanok, akik ebbe próbálnak belenyúlni, és lecsökkenteni ezt a szintet. Ha lecsökkentik, akkor sokkal nehezebb helyzetekben fogok részt venni. Ezért van az, szerintem, hogy nagyon sok mindent ki kell zárni. Hát igen, én is nagyon sok mindent próbáltam kizárni, főleg olyan embereket, akikről éreztem azt, hogy teljesen le akarják csökkenteni a szintet, vagy el akarják ugye venni az energiát mert ha elveszik az energiát, akkor nyilván, hogy az én szintem le fog csökkenni, és hát egy kevesebb energiából tudok úgymond táplálkozni. Egyrészt. Másrészt ugye a tudatállapotot is úgymond be lehet szűkíteni. Hát a mai média nagyon nagy mestere ennek, sajnos. A mai média ugye nagyon erősen manipulál, és pont az a cél, hogy az emberek tudatállapotát beszűkítsék. Azért, hogy ne tudjanak gondolkodni, hogy csak pusztán fogyasztó lények legyenek, magyarán, hogy csak a termelésre legyenek jók, tehát, hogy erre használják őket. De aki ebből kilép, és följebb emelkedik, és végigmegy ezen a hosszú úton, ő biztos, hogy nem lesz manipulálható, ergo ez azt jelenti, hogy vissza tudjuk rendezni ezeket az energiákat, és följebb tudunk kerülni. És ahogy mondtam, ugye a Földnek a rezgés szintje is emelkedik, nem véletlenül. Tehát mondjuk azt, igen, hogy a Földi Bolygó is egyfajta önvaló kamínon megy keresztül. Legalábbis nekem van egy ilyen elgondolásom, de ugyanúgy az ember is. De most tudjuk azt, hogy a Földön van jelenleg majdnem 8 milliárd emberke. Mindenki kivetít valamit, illetve hát nagyon sok mindent vetítünk ki. Én azt gondolom, hogy mielőtt teste töltünk, már van egyfajta terv, amit nekünk végig kell vinni, nevezzük úgy, hogy sors. Szerintem ezt azért nevezik így, mert különböző sorokból áll, szó szerint kell érteni, tehát megvan az élettörténetünk, amit mi aláírtunk, és amiben mi beleegyeztünk, ezek sorokból állnak, ezek a történetek, rajzokból, mondjuk így képekből, nagyon sokféle kép van, és mi ezeket a képeket fogjuk megjeleníteni a földi létezésünk során. Ezek úgymond szépen el vannak osztva. Tehát arról is úgy beszéltem, hogy nyilván, hogy egyszerre nem tudok minden képet megjeleníteni. Ezeket a képeket szépen az időben, úgymond, és a térben el kell helyezni, és ahogyan haladunk előre, úgy fogjuk tudni ezeket megjeleníteni fizikálisan is. De, amit mondtam, mivel folyamatosan emelkedhet a rezgés szintünk, vagy hát az a jó, hogyha emelkedik, ezért mindig úgymond magasabb szintű helyzeteket tudunk létrehozni. De beszéljünk arról, hogy mondjuk uh, itt vagyok én, és mondjuk még csak tíz éves vagyok, hát nem annyi vagyok, de most mondjuk azt, hogy tíz éves vagyok, és valamit kinyilatkoztatok a térben és időben, olyan helyzeteket, szituációkat, amelyek mondjuk majd csak 40 éves korom körül jönnek vagy jöttek létre, akkor azt még tíz évesen nem fogom tudni létrehozni. Egyrészt azért, mert nincs még olyan magasan a rezgés szintem, mert mondjuk, ha ennek a helyzetnek a rezgése mondjuk 500 hz van, és én még mondjuk csak 200 hz tartok, akkor ezt a helyzetet, szituációt nem fogom tudni úgymond lehozni, és 3D-s formátumba lerakni, és megjeleníteni, mert az energetikám még nem tartott. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon fontos lenne azt is vizsgálni, hogy az embernek az energetikája az milyen, hogy ez az energetikai tér milyen rezgéseket tartalmaz, és hogy annak a frekvenciája hány hercen rezeg. Tehát ennek a térnek, vagy mondjuk úgy, hogy ennek az aurának az összetettségét folyamatosan szerintem vizsgálni kellene, mert akkor meg fogjuk tudni mondani azt, hogy miért olyan helyzeteket, szituációkat alakítottunk ki, vagy miért ilyen képeket kreáltunk, mint amilyeneket. És azt is meg fogjuk tudni mondani, hogy bizonyos helyzeteket miért nem tudunk kialakítani. Azért, mert még alacsonyabban van a szintünk. Mert magyarán még sem az idő, sem a tér, mint olyan nem engedi meg azt, hogy mi ezeket a képeket besűrítsük, és fizikális formátumokba helyezzük, és hogy így ezeket átéljük. Szóval nagyon érdekes az szerintem, hogy én azt gondolom, hogy az ember egész élete úgymond ki van nyilatkoztatva, és előre, és ugye ennek az útnak nagyon sokféle stációja van, rengeteg stáció van, nagyon sokféle dologban, eseményben veszünk részt, de itt mindig megvan az, hogy minden egyes helyzetnek, szituációnak mennyi a rezgés szintje, frekvenciája, és ahogy én haladok végig ezen az úton, térben és időben, úgy fogom ezeket a helyzeteket besűríteni, megjeleníteni, akkor, hogyha elérem ezeket a rezgés szinteket. Tehát minden egyes helyzetnek szerintem megvan a, az, hogy hány uh, hercen rezeg minden szituációnak, és annak is megvan, hogy én hol tartok, és ahhoz mértem fogom ezeket besűríteni és átélni. Most ugyanakkor beszéltünk arról is, igen, pillanat, megpróbálok valahogyan lapozni, hogy vannak ugye különböző kapcsolatok, kapcsolódások. De most nyilván, hogy itt ugye az is számít, hogy a másik ember milyen szinten tart. Ugye mondják azt, hogy ezek ilyen bevonzások, vonzások. Én, ahogy mondtam, nem nagyon szeretem ezt a szót. Szerintem itt nem vonzásról van szó, hanem arról van szó, hogy én képként mi az, amit meg tudok jeleníteni. Na most, hogyha én mondjuk 200 hz tartok, vagy ez az elgondolás, vagy az akkori állapotom ö, itt tart, és ez a szituáció pedig egy sokkal magasabb szinten tart, amit megalkottam, mondjuk 500 hz akkor nem fogom tudni ezt az embert bevonzani, és ezt a helyzetet sem fogom tudni kialakítani, mert a rezgés szinten még alacsonyabban van. De itt igazából szerintem a helyzeteket, a szituációkat kell vizsgálni, hogy egy-egy helyzetnek, egy-egy adott állapotnak, igen, és szerintem ez a legjobb szó, hogy állapot, hogy hol van a rezgés, a rezgés szintje, milyen szinten jelenik meg. Mert ugye a Földön különböző állapotok vannak, de szerintem ezek az állapotok attól függnek, hogy az én tudatállapotom hol tart. Hogy az én tudatállapotom hol tart. És igazából mondhatjuk azt, hogy mindennek megvan a tudatállapota. Lehet, hogy a különböző helyzeteknek is megvan a tudatállapota. És igen, és a különböző korszakoknak is megvan de nekünk is egyénileg is nagyon sokféle korszakunk van, meg a földön is nagyon sokféle korszak van, és megvan az, hogy a különböző korszakoknak a rezgés szintje az mennyi, hogy hány herc. És ahogyan úgy úgymond telik az idő, vagy ahogyan ugye haladunk előre, úgy fognak ezek a korszakok besűrűsödni, de megvan az, hogy melyik korszak hány hercer sűrűsödik be. Szerintem ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy valamilyen formán ez az egész már előre, úgymond előre ki van nyilatkoztatva. Tehát szerintem megvan az, hogy nekünk pontosan milyen úgymond sorsot, vállalást, utat kell teljesíteni. És én úgy is gondolom, hogy ebbe mi nagyon erősen beleszólhatunk, vagy legalábbis nagyon sok igenlés lehet arra nézve, hogy mi milyen utat fogunk itt bejárni. És ez az egész itteni történet ki van nyilatkoztatva már képként, vagy mondjuk úgy, hogy képregényként, hiszen hát nem csak egy kép alkotja az életünket, hanem rengeteg. És ezeknek a képeknek szerintem, megvan a frekvenciája, hogy egy-egy ilyen kép milyen szinten rezeg, és itt ugye különböző szituációkról, helyzetekről és állapotokról kell beszélni. Igen, mondhatjuk azt, hogy valószínű, hogy minden egyes képnek van egy-egy bizonyos szintje, rezgés szintje. Ez nagyon érdekes most, amit mondok, nem tudom, hogy erről valaki beszélte már. Azért szerintem, mert hogy ez energia. Tehát minden egyes ilyen kép, amit még ugye nem hozunk le fizikális síkra, az energia. Tehát itt vagyok mondjuk én, és megalkotom előre az életemet képként, nagyon-nagyon sokféle kép fog ugye kialakulni, ezek lesznek aztán a későbbi helyzetek, szituációk, de amit mondtam, szerintem minden egyes képnek megvan az, hogy milyen szinten rezeg, mozog. Azért, mert ez még energia, tehát ez még egy képlékeny, úgymond képlékeny dolog, tehát még nem sűrűsödött be anyagban, magyarán még nem 3D-s viszonylat. Igen, és szerintem ez a legfontosabb most, amit mondok, hogy hogy itt energetikai állapotokról kell beszélni. És hogyha valami energia, akkor az rezgés. Ha, ha valami rezgés, akkor az frekvencia, és, és különböző szinteken valósul meg. Tehát igen szerintem a kép alkotás során, amikor ezeket a szellemi képeket elkezdjük alkotni, akkor az is számít, hogy melyik képet uh, uh, hány hercen uh, irányítjuk meg, illetve azt mondom, hogy melyik kép hány hercen fog mozogni, rezegni, mert attól függően fognak ezek besűrűsödni fizikumba, és 3D-s vetületet váltani, ölteni. De ugyanez igaz ugye a testre is, hiszen mondtam, hogy van maga a lélek, mint olyan, vagy egy ilyen energetikai tér, ami egyelőre még test nélküli. Tehát itt még nincs test. És a lélek is egy energetikai rendszer. Na most az is rezeg valahány hercen, de még nincs test, még nincs fizikum. És amikor ugye a földre kell jönni, és testet kell ölteni, akkor valamennyire lecsökken ez a szint, szerintem mindenképpen le, kell csökk... mindenképpen le kell csökkennie. Hát sajnos, mert amit mondtam, az anyag az eleve minden ilyen szintet, magasabb rendű minőséget és szintet le fog csökkenteni. Mert elszívja az energiát. Maga a fizikum, a test is rengeteg energiát vesz föl. Hát ezért sem érezhetjük magunkat totálisan szabadnak, meg teljesnek, szerintem, mert, mert rengeteg energiát fölvesz a test, és blokként, akadályként fog működni. És nem fogunk tudni százszerzelékosan szabadon szárnyalni, úgymond, mert testben vagyunk, mert anyag, anyagban vagyunk akkor tudunk, vagy tudnánk, hogyha csak szimplán lélekként, vagy energetikai rendszerként fogalmazódnánk meg, és ehhez nem párosulna, társulna test, fizikum. Hát ilyen állapot is van, de ez magas rezgés szinte, magas hercenfrekvencián frekvencia nyilvánul meg. Itt viszont arról kell beszélni, hogy itt, amikor ugye testet töltünk, és itt elkezdjük a földi pályafutást, akkor ez a szint valamennyire lecsökken. De mi vágyunk vissza ugye az eredeti minőségünkbe, ezért megyünk végig tulajdonképpen az itteni úton, a stációkon, mert amit mondtam, eleve az út az, ami rezgés szintet fog emelni. És ezért fogunk vágyakozni arra, hogy ide az eredeti minőségünkbe vissza tudjunk térni. Hát nem véletlenül jöttünk ide, nem véletlenül kell ezt az itteni földi utat bejárni, és ahogy mondtam, szerintem minden embernek az a dolga, hogy ezt a fajta szintet visszaemelje. Plusz, hogy elkezdjünk emlékezni, hiszen hát tudjuk nagyon jól, hogy amit mondtam, tehát hogy amikor testet töltünk és idejövünk, testet ö, váltunk, akkor a tudatállapot is, mint olyan, az beszűkül. Beszűkül, nagyon sok mindent elfelejtünk. Nem mindenki, akik magas szinteken érkeztek, ők nem, vagy kevésbé. De érezzük azt, hogy nem ez az eredeti minőségünk, hanem ez a magasabb szint, és ide szeretnénk visszatérni. Nem fizikálisan, hanem rezgésben, érzésben, energetikailag, tudatállapotban, vagy mondjuk azt, hogy egyfajta tudatfelettiségben. És ezért indulunk el az úton, szerintem, ezért indul el maga a földi keresés. És az út során, ahogyan menetelünk, és telik az idő, és telik úgymond a tér is, mert az, a, ha mondhatnám azt is, hogy a tér is telik valamilyen szempontból, úgy fogjuk tudni ezeket a szinteket visszaemelni, hát akkor, hogyha teszünk ki. Tehát magától, csak azért, mert az idő telik, nem fog ez a szint visszaemelkedni. Csak azoknál emelkedik vissza, akik ők maguk is emelik ezeket a szinteket, és tesznek érte. Hát nem mindenki nél emelkedik vissza. Vannak olyanok, akik mondjuk már 80 évesek, és igazából semmit nem mozdultak előre, vagy az is lehet, hogy ez a szint még visszacsökkent, tehát ők mondjuk úgy, hogy anyagba vannak ragadva, és ők tudti, hogy nagyon sokszor fognak még visszaszületni, pont ezért, hogy újra elkezdjék ezt az útat, és újra elkezdjenek ezen az úton menetelni, és hogyha a következő életükben sem tudják ezt megoldani, akkor megint visszaszületnek újra kezdik az egész itteni pályafutást, mondjuk így, szó szerint, pályafutás. Hát ezt csináljuk a Földön tulajdonképpen. De szerintem nagyon érdekes az, amit mondok, hogy minden egyes ilyen képnek, vagy minden egyes ilyen helyzetnek van egy bizonyos rezgés szintje, frekvenciája. Most, hogyha beszélünk a festészetről például, most ez jutott eszembe, Hát szerintem ott is nagyon sok ö, különböző ö, rezgés szintű alkotás lehet. Nem tudom, hogy a különböző műalkotásokat például szokták-e így vizsgálni. Hát szerintem nem. Én is dolgoztam mondjuk évekig galériában, vagy galériákban, és foglalkoztam valamilyen szempontból, például a festészettel. Elég sok ö, művészt ö, ismertem meg így, és az ő alkotásaikat, és tudom azt, hogy ö, jó, egyrészt tudjuk azt, hogy vannak olyan alkotások, képek, amelyek úgymond anyagilag is sokkal többet érnek, tehát nívósabbak, magasabb szinten vannak. Hát ezt tudjuk, oké, okay. rendben van. És vannak olyanok is, amelyek mondjuk kevésbé, és mondjuk lehet, hogy azok nem is érnek annyit, mármint anyagilag összegben, árban. Na most szerintem ezeket a képeket, ezeket az alkotásokat úgy is vizsgálni kellene, hogy Rezgésben mi az, amit kinyilvánítanak, de szerintem azt lehet érezni. Vannak olyan képek, amelyek nagyon, hát mondjuk úgy, hogy ilyen impulzívak, vagy nagyon erősen hatnak, vagy olyan energiát közvetítenek, amelyek esetleg nagyon erősen megfognak és magukhoz vonzanak, vagy nagyon erősen beleépülnek az ember lelkébe, tudatába, tehát egyfajta lenyomatot képeznek. Most mesélek valamit. Egyszer, amikor az egyik fővárosi galériában voltam, illetve sok galériában voltam, most szándékosan nem akarom mondani, hogy hol, nem akarok ilyen reklámot képezni, de az egyik legismertebb művészeti galériában voltunk. Volt egy időszak, amikor korábbi Kapcsolatommal elég sok ilyen helyre jártunk, és, és nagyon érdekes volt, mert bementünk az egyik galériába, hát mondjuk mi különböző ügyeket intéztünk, és megláttunk egy képet. Hát főként a rózsaszín dominált benne. De amikor először ránéztünk, azt mondtuk, hogy ó, ilyet mi is tudnánk festeni. Hát ez nem egy olyan nagy dolog, és nem is értettük azt, hogy miért kerül ez mondjuk, nem tudom, több millióba az a festmény. Na, aztán később rájöttünk, ö, hazamentünk, és eltelt két-három nap, és így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy te, emlékszel arra a képre? Hát abban volt valami olyan energia, olyan rezgés, olyan mágneses hatás, hogy egyszerűen, nem, hogy két nap alatt nem tudtuk elfelejteni, lehet, hogy még utána évekkel később is emlegettük azt a, azt a képet. Pedig amikor ott voltunk, azt mondtuk, hogy jó, hát ilyet mi is tudunk festeni, ez nem egy olyan nagy dolog. De volt benne valami, és szerintem a, főleg a színek, azok, amelyek ugye nagyon hatottak, olyan szinten belénk ivódott ez a kép, hogy ma is emlékszem rá, az összes többire nem emlékszem erre a képre, vagy erre a festményre nagyon-nagyon erősen emlékszem, nagyon durván, és ezek a színek, mondjuk azt, hogy ezek a rezgések teljesen így belém ivódtak. És szerintem 20 év múlva is emlékezni fogok erre az alkotásra. Nem fogom tudni elfelejteni, mert, mert energetikailag nagyon erősen hatott. Tehát igen, vannak olyan alkotások, amelyek nagyon erősen hatnak, és azt mondom, hogy ennek a képnek a rezgés szintje, a frekvenciája biztos, hogy sokkal magasabb szinten volt. Persze, szerintem ez attól is függ, hogy az ember hol tart. Jó, mondjuk mind a ketten képzőművészettel foglalkoztunk, az akkori kapcsolatom is elég erőteljesen, mondjuk ő egy olyan jó húsz éve akkor már foglalkozott képzőművészettel, és ő ismerte azt is, hogy mely alkotások mondjuk mennyit érnek. Tehát lehet, hogy ez az is kell, hogy az ember nyitottabb legyen, fogékonyabb, és hogy mondjuk ezekre az alkotásokra rárezegjünk, úgymond. Tehát valószínű, hogy oké, okay, mi itt megálltunk eme alkotás előtt, és, és mivel már nekünk is hasonló volt a rezgésünk, a tudatállapotunk, ezért ez a kép szerintem nagyon erősen megfogott, de egyébként ez volt a kiemelt kép. Tehát szerintem ez volt az, ami a legtöbbet is érte, ha jól emlékszem, vagy hát az első kategóriába tartozott. Ez volt a fő helyen, Hát nem lehetett nem észrevenni, és egyszerűen olyan szinten ütött ez a kép, pedig tök egyszerű volt. Egy ház volt rajta, de rózsaszínű volt a ház, de olyan brutálisan, ö, nem is azt mondom, hogy erős rózsaszínű volt, hanem maga az a szín, és maga az a forma, ami ott megjelent, de tök egyszerű volt az egész, az valamiért teljesen így beépült az emberbe. Tehát ahogy mondtam, Szerintem minden egyes ilyen képnek megvan az, hogy, hogy, hogy milyen szinten, frekvencián rezeg, de minden egyes alkotásról kell beszélni, és szerintem nem csak az alkotásokról kell beszélni, tehát mondjuk nem csak a műtárgyakról, vagy a sima hétköznapi tárgyakról, mert a különböző tárgyaknak is van rezgés szintje, tehát be lehet mérni azt, hogy mondjuk egy bizonyos tárgy hány frekvencián hercen rezeg, Na most akkor beszéljünk az élő egységekről, hát ott meg pláne be lehet mérni. Mert az élő egységek sokkal több energiát mozgatnak meg szerintem, hát nyilván, mint azok a tárgyak, amelyek nem élők. És akkor beszéljünk az emberekről, hogy az emberek is különböző rezgés szintekkel működnek, nyilván, mert egy élő szervezetben vagyunk, egy élő szervezetet látunk el, és tartunk fönt, Egyébként a különböző szerveink is más-más frekvencián rezegnek, tehát ezt is meg kell tanulni, hogy, hogy hány hercen, hogy hogyan lehet ezeket a szerveket úgymond behangolni, hogy, hogy egészségesebb állapotot tudjunk élni. De hát mivel minden energia, ezért mindennek megvan a rezgés száma, a szintje, hogy mi hol tart, és ezért mondtam azt, hogy szerintem a különböző helyzeteknek, szituációknak is, bármilyen eseménynek, bármilyen cselekedetnek megvan az, hogy ő milyen frekvencián rezeg, és szerintem ezt lehetne mérni, mert ha meg tudnánk mérni, akkor azt is meg tudnánk mondani, hogy különböző helyzetekben, szituációkban miért veszünk részt. Azért, mert erre rezgünk rá, hogy mondjuk azt, hogy azért, mert ezeket a képeket mi alakítottuk, ki mi alkottuk meg, Azért, mert olyan szinten tartunk éppen, amit mi át akarunk élni, és amilyen ö, képeket mi kreáltunk. Mert akkor valószínű, hogy a képnek a rezgés szintje is ö, annyi lesz, mint amennyi az én adott állapotomé. Mivel, hogy ezt én vetítem ki. Tehát az én energiámból jönnek létre ezek a helyzetek, szituációk, képek. Tehát akkor, amit én kibocsájtok, energiát, tehát annak is van ugye a rezgés szintje, herce, frekvenciája, akkor az fog besűrűsödni, tehát ergo ennek a képnek ugyanannyi lesz a rezgés szintje szerintem, vagy ennek a helyzetnek, mint nekem. Hát, megint egyre jobban belebonyolodom ebbe a történetbe, de szerintem ez egy nagyon jó kis felvetés, és ö, jó kérdés, hogy erről mondjuk, kik azok, akik már ilyen részletesen beszéltek. Most azon gondolkodom, hogy ezt az adást el -e mondjuk a korábbihoz, vagy ez egy teljesen különálló felvétel legyen. Hát még nem döntöttem el, de lehet, hogy ennek lesz egy másik címe. Mert, ahogy mondtam, szerintem itt azt kell megvizsgálni, és ami még lehet, hogy tegnap hajnalban nem jutott eszembe, hogy a különböző képeknek mennyi a rezgés szintje, frekvenciája hogy egy-egy kép hány hertzen rezeg. És ahogy mondtam, itt nem pusztán a fizikális 3 d képeket, vagy az itteni objektumokat kell vizsgálni, szerintem, hanem a szellemi képeket. Igen, hogy a szellemi képek hány hertzen rezegnek. Hát ez egy nagyon jó kérdés, és az is nagyon jó kérdés, hogy az ember, mint maga, milyen képeket kreál. Hát ezt nagyon jól lehet látni, mindenki olyan képeket kreált, úgymond, amilyen helyzeteket, szituációkat átél az élete során, és mondjuk azt, hogy ez a sors. Magyarán ezek a sorok. Igen. És ha mondjuk élünk 70-80 évig, például, akkor minden egyes kép, mint olyan ki van nyilatkoztatva, úgymond előre, és akik magas szinten tartanak, ők akár öt évesen is meg tudják azt mondani, hogy az egész életük milyen képekből fog állni, vagyis milyen helyzeteket, szituációkat fognak átélni. Hát mondjuk én így működöm. Azért működöm én így, mert én magas rezgéssel, rezgés szinttel érkeztem ide. Az én tudatosságom eléggé úgymond nyitva volt. Én nagyon sok mindent nem felejtettem el pont ezért, így ki tudtam nyilatkoztatni azt előre, hogy milyen helyzetekben, szituációkban fogok részt venni életem során, és mivel 10-12 évesen voltam szerintem akkor a legközelebbi állapotban, ezért le tudtam rajzolni, vezetni azt, hogy mondjuk mi leszem 30-40 év múlva. És én pontosan ezeket a képeket jelenítettem meg életem során. Hát azt is mondhatnám, hogy ezeknek a képeknek a rezgés szintje biztos, hogy magasabban volt, bár voltak olyan helyzetek, szituációk, amelyeknek tudja, hogy alacsonyabban, mert ezek eléggé nehéz helyzetek voltak. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mi a nehéz helyzet, szituáció, akkor azt kell mondani, hogy az biztos, hogy alacsonyabb rezgés szinten nyilvánul meg, sokkal alacsonyabban, és amelyeket pedig könnyedebben elvégzünk, annak a szintje pedig magasabban van. Tehát biztos, hogy annak a frekvenciája, annak a helyzetnek magasabb szinten rezeg. Mert mi ugye, hát valahol mondhatnám azt, hogy a kétféle állapot között vagyunk. És elindulhatunk úgymond erre is, meg elindulhatunk erre is. Magasabb szintek felé is, meg az alacsonyabb szintek felé. De nekem az a tapasztalatom, hogy ezekre az alacsonyabb szintekre is valamilyen szempontból szükségünk volt. Mert mindenki átél nehézségeket olyan helyzeteket, amelyek hát nagyon nehezen alakulnak, nagyon lassan, amilyen sok idő kell, és amelyek esetleg negatívabbak, mert azok alacsonyabb szinten mozognak, rezegnek. Valószínű, hogy azért, mert akkor a mi rezgés szintünk is alacsonyabban van. De mivel polaritás van a Földön, ezért nekünk ezeket a helyzeteket is át kell élni. Ha nem lenne polaritás, és nem jelenne meg a másik oldal, akkor nem élnénk át, de szerintem akkor nem is jöttünk volna ide, és nem vennénk részt a fizikális 3D-s megvalósulásban. Mert akkor csak a szellemi szintekről kellene beszélni, arról a szintről, arról az állapotról, amiben ezek a képek megjelennek. Mert mi ezeket a képeket magasabb szintekről sűrítjük be, magasabb szintekről hozzuk, ezért van az szerintem, hogy nagyon sok ilyen helyzetnek, szituációnak eleve magasabban van a szintje. Hát attól függ, hogy honnan indítjuk el ezt az egész történetet. Ha alacsonyabb szintről indítom el, akkor ezek. Hát nagyon nehéz szituációk lesznek, mondhatnám azt, hogy rengeteg akadály lesz. De ha följebb viszem ezt az egészet, és mondjuk már egy ilyen magasabb szintű forrásból, merítem, merítek, és innen hozom ezeket az energiákat, akkor az életem is, mondjuk úgy, hogy a sorsom is könnyebb lesz, de szerintem a nehezebb helyzeteket nem tudjuk elkerülni. Senki nem tudja elkerülni, tehát senkinek nem habos-babos az itteni életem, mert igazából szerintem nem is ezért jöttünk. Tehát mondhatnám azt, hogy a sorsunk, mint olyan, az tényleg olyan, mint egy ilyen energetikai térkép, mert ezt az egészet le lehetne vezetni. Az egészet le lehetne vezetni, mint egy ilyen lenyomatot, tehát igen. Szerintem nagyon sok ilyen lenyomattal élünk, tehát rengeteg ilyen lenyomat fogalmazódik meg az életünk során. Minden lenyomat, magyarán, minden kép, minden lenyomat, és ezek a lenyomatok követik egymást. És mondhatnám azt is, hogy lépcsőről lépcsőre haladunk, persze sokszor lehet, hogy visszaesünk, de aztán újra elindulunk, és próbáljuk besűríteni ezeket a helyzeteket, szituációkat. Igen. Nagyon érdekes szerintem ez a felvetés, hogy egy bizonyos helyzet, frekven, vagy egy bizonyos helyzet állapot, mint olyan, milyen szinten rezeg, hány hercen. Hát nyilván, hogy egy olyan állapot, ami által sokkal bensőségesebb kapcsolatot ápolunk a rendel, mondjuk, az magasabb szinten fog rez rezegni, mint akkor, ha mondjuk az ember elmegy valóban dorbézolni. Annak alacsony lesz a szintje. Annak a helyzetnek, szituációnak. Az sem mindegy, hogy az ember mit fogyaszt, például. Vannak olyan táplálékok, amelyeknek magasabb a rezgése, és tisztább az energetikája, nyilván most, hogyha arról beszélünk, ha mondjuk a a biozöldségekről, gyümölcsökről, vagy azokról, amelyek, azokról a táplálékokról, amelyek még a tiszta környezetben, természetben mm, teremtődtek, mint mondjuk arról beszélek, hogy egy ilyen agyongyártott terméket, amiben, ami tele van mondjuk tartósító szerrel, tehát annak a, a rezgé, rezgése biztos, hogy alacsonyabban van, a frekvenciája annak a tápláléknak, mint egy olyan zöldségnek, gyümölcsnek, amit most szakítottam le, mondjuk a kertből. És mondjuk nincsen vegyszerezve, például. De itt a különböző helyzetekről is beszélni kell, hogy az ember hogyan és mivel mérgezi magát, vagy mivel nem. Hát mondjuk ilyen az alkohol, ugye, a cigaretta, stb. stb mert ezek káros anyagok, és ezeknek a rezgése alacsony szinten is van. És az ember rezgés szintjét is leviszi. És ezek az emberek nem is fognak tudni fölemelkedni olyan, olyan közeli állapotba, mondjuk azt, hogy egy ilyen szent állapotba, mert ők káros anyagokkal élnek, és ezért a rezgés szintjük alacsonyan van. És szerintem annyira nem is fognak tudni nyitni a tudatosságukon, magyarán szerintem ők sokkal inkább manipulálhatóak. Én ezt vettem észre, ezt a fajta összefüggést. De szerintem eleve azok fognak ilyen káros anyagokkal élni, akik a másik oldalhoz vannak közelebb. Tehát ők nem a, a rendet, az isteni oldalt, a szentséget, a tisztaságot, a makulátlanságot képviselik, hanem a másik oldalt éppen ezért alacsonyabb szinteken fognak rezegni. Nem lesz annyira tiszta rezgésű a szerkezetük, vagy az aurájuk. Igen, tehát nem mindegy, hogy az én aurám az mennyire tiszta, hogy milyen rezgéseket tartalmazok, mondjuk így. Tehát itt vagyok én, itt a testem, körülvesz egy energetikai tér egy aura, nem mindegy, hogy milyen rezgések élnek-e aurában, hogy én mit mozgatok meg, hogy mit bocsájtok ki. Tehát ezt az aurát is úgymond tisztítani kell, hogy ez tiszta legyen. De mondjuk úgy, hogy maga az út által lehet tisztítani. Hogy én egy olyan utat választok, ami tisztább, tehát egy szent utat választok, és az, anyagot, az anyagi behatást kizárom, Magyarán mondjuk azt, hogy az alacsonyabb rezgés szinteket kizárom, mert amit mondtam a legelején, tehát az anyag, mint olyan, az ugye eleve, az eleve lecsökkenti ezt a szintet. Itt van, szerintem ezzel indítottam. Igen, tehát az anyag, mint olyan eleve alacsony szinten van, alacsony hercen frekvencián, és hogyha én ennek a közegnek hódolok, úgymond, és ezt a fajta közeget szolgálom ki, akkor én ide küldöm az energiámat. Magyarán az én energetikai szintem is le fog csökkenni. De én ezt hátrahagyom, és elindulok egy másik úton, és rezgésszintet emelek és tisztítok, és hátrahagyom ezeket a káros anyagokat, behatásokat meg egyébként azokat az embereket is, akik manipulálnak, akkor feljebb tudok úgymond emelkedni rezgésben és tudatosságban, mert szerintem ami a legfontosabb feladatunk, az nem más, mint a tudatállapotokon való emelés és nyitás, de ehhez kell az út, ehhez kell az idő, ehhez kell a tér. Ezek nélkül ezt nem tudjuk megcsinálni. Ezért jöttünk ide, és ezért ennyire úgymond hosszú ez az itteni kaminó, tehát ezért van az, hogy mondjuk nem egy-két évig élünk, vagy néhány évig, hanem élhetünk akár száz évig is, mert egy ilyen sok a dolgunk, mondjuk így. Na most beszéltünk arról, és ez tök érdekes, ami most eszembe jutott, hogy ott vannak például az állatok. Hát tudjuk azt, hogy az állatok eleve nem élnek olyan hosszú ideig, mint az emberek. Hát hogyha igen. Most mondjuk beszéljünk a kutyákról, a macskákról, most vegyük ide alapul a kutyákat. Lehet, hogy nagyon sokan megkérdezik azt, hogy mondjuk a kutyák, mondjuk miért nem, él, miért nem élnek mondjuk száz évig, hát ők is élhetnének akár száz évig, nem? Mondjuk egy kutya átlagosan olyan 10-12 évig él körülbelül, vagy jó vannak akik, vagy olyan kutyák például, akik 15 évesek is lehetnek. Egyszer találkoztam hány éves kutyával? Úristen, most ezenek, tehát valami tizen... Hát 16 éves, tudja, hogy volt, de az is lett, hogy 18. Teljesen megdöbbentem. Hát szegényke már nagyon nehezen kullogott, de valami nagyon extrém helyzet volt, azt tudom. És teljesen meg is lepöttünk. Mesélte a, ennek a kutyának a gazdai, hogy hát nagyon hosszú életet él ez a kutya. Ami tök jó, csak hát ugye tudjuk azt, hogy az átlag az kb. ennyi. Például, vagy mondjuk azt, hogy igen, az átlag az szerintem nagyjából ennyi. Na most kérdezzük meg azt, hogy mondjuk a kutyák miért élnek csak 10 évig, vagy 12 évig, és miért van az, hogy az ember mondjuk, hát ha átlagot veszünk, akkor szerintem az olyan 70 év. De mondjuk azt, hogy 70-80 év, jó? Tehát körülbelül. Persze ennél lehet magasabb is, nyilván ezt tudjuk, és reméljük, hogy ez nagyon sok embernél így van, de egyébként a mai emberek közül nagyon sokan megélik a száz évet, századik életévet, vagy az ennél magasabb szintet, mert a Földnek a rezgés szintje is elkezdett emelkedni, szerintem ez ezzel függ össze. Na, tehát kérdezzük meg azt, hogy mondjuk egy kutya miért él ennyi ideig. Csak ö, egyébként szerintem lehet, hogy ez azzal is összefügg, amit mondok. Lehet, hogy azért, mert az ő útjuk, hogy az ő mm, vállalásuknak, az itteni földi vállalásuknak eleve nem kell annyira hosszúnak lennie, mint nekünk. Hiszen egy kutya tudatilag, mint tehát tudatilag úgymond nem fog fejlődni, és neki nem is kell szintben, meg tudatosságban fejlődnie, mert ő egy állat. <laughs> mi meg emberek vagyunk, bár lehet, hogy az emberek között is vannak olyanok, akik kicsit úgy működnek, mint az állatok, vagy nagyon, de oké, okay, mi emberi testben foglalunk helyet, nyilván nem véletlenül emberi bőrben vagyunk. Tehát nekünk sokkal több mindent kell itt elsajátítani és megtanulni, mint egy mondjuk egy kutyának vagy egy állatnak. Tehát amit mondtam a kutyának, tudatosságban nem kell fejlődnie és magasabb szinteket elérnie, de az embernek igen. Tehát az embernek pont ez a dolga, hogy tudatosságban, rezgés szintben, energetikailag felsőbb szinteket érjünk el. Azért, mert mi az isteni, úgymond az isteni minőséghez, mintához közelebb vagyunk, hiszen tudjuk azt, hogy az állatok úgymond alacsonyabb rendű kategóriában foglalnak helyet, hogyha most nem tudom, miről beszéljünk az evolúcióról, vagy arról, hogy ez a fajta piramis, hogy hogyan épül föl. Tehát az ember, mint olyan az emberi forma, az emberi test nyilván, hogy úgymond magasabb szinten van, és az sem véletlen, hogy mi emberi testbe születtünk le, és nem állati sorsba vagy sorba, azért, mert a mi fejlettségünk, a mi tudatiságunk már magasabb szinten van. Vannak olyan lelkek, vagy vannak olyan megnyilvánulási formák, akiknek még nagyon alacsony a rezgés szintjük, ők valószínű, hogy állati sorba fognak visszaszületni. Illetve nem vissza, ezt rosszul mondom, mert szerintem visszafele ez nem működik, hanem vannak olyan energetikai rendszerek, igen, akik még állati sorban működnek, de az ember már egy magasabb szinten foglal helyet. De ezt még följebb kell emelni, és a tudatosságon még mindig nyitni kell. Azért, hogy elérjük az isteni minőséget, mert nem az emberi formátum, nem az emberi minőség a, a csúcsok csúcsa, nem ez a végállapot, hanem az isteni minőség, az abszolútum a végállapot, illetve szerintem a kezdet, de most beszéljünk beszéljük arról, hogy ezt a szintet minimum el kell érni. Tehát szerintem ezért van az, hogy az emberi forma vagy az emberi létezés az eleve sokkal hosszabb, időben, mint mondjuk az állatoké, mert nekünk tudatosságban egy sokkal magasabb szintet kell elérni, és egy sokkal hosszabb úton kell végigmenni, azért, mert ahhoz, hogy én ideig fölemeljem a rezgés szintemet, hogy elérjem ezt az isteni frekvenciát, állapotot, az abszolút tudatot, az abszolútumot, ahhoz ennyi időre van szükség. De egy állatnak nem kell elérnie, mert ő még csak egy állati testben foglal helyet, tehát neki a rezgésén nem kell annyit emelni, neki nem kell egy olyan hosszú úton végigmenni, mint nekünk. Ha állati testben lennék, akkor nyilván, hogy sokkal alacsonyabb lenne a tudatszinten. És akkor nem is tudnék beszélni, nyilván, csak mondjuk ugatnék, vagy nem tudom, én röfögnék, mások mondtam valamit. Tehát, oké, okay. de emberi testekben foglalunk helyet, nyilván nem véletlenül. Mert a mi rezgés szintünk, a mi tudatállapotunk már magasabban van, de még nem annyira magasan, hogy az isteni milliót, ezt a szellemi szintet, szellemi szférát, a megigazulást el tudjuk érni. Na most, hogyha arról beszélünk, és úristen, megint jó sok lapot fogok telefirkálni, nem is gondoltam volna, ha elindulunk ezen az úton, már pedig elindulunk, azért indulunk el ezen az úton, mert megszülettünk, mert testet töltöttünk. De mondhatnám azt is, hogy azért öltöttünk testet, azért kerültünk emberi formába, hogy elinduljunk az úton. És elindítsuk a rezgés szint emelést. Magyarán, hogy a saját frekvenciánkat följebb emeljük, hova kell emelni, hát abba a szintbe, abba a minőségbe, ami már egy sokkal magasabb állapotban mutatkozik meg, amire mondhatjuk azt, hogy ez az isteni minőségünk, vagy az önvalónk vagy nevezzük, hogyan szeretnénk. Mert ennek a fajta közegnek a rezgése, a herce, a frekvenciája sokkal magasabban van, és tisztább energiákról, rezgésekről kell beszélni, mint az itteni földi utat, ha veszem. De beszéltünk arról, hogy nagyon sok olyan energia van itt a Földön, és mondjuk azt, hogy ezek a szent energiák, amelyek ugye magas szinten rezegnek, mozognak, és ezekből az energiákból táplálkozhatunk, és akkor ezt az utat szerintem valamilyen szempontból meg is lehet gyorsítani, és a tudatunkon is sokkal inkább lehet tágítani. Hát vannak ugye ilyen szent helyek. Szent György, szent György vonal mentén például. Például Szent György vonal mentén, ugye ami egy energetikai vonal, például ilyen majk, most csak mondok egy példát, Szerintem Tatán is, nagyon sok ilyen energia volt, vagy van, nem tudom, hogy most milyen az á, mostani állapot, de amikor én ott éltem, akkor igen. És uh, szerintem a Balaton környékén is, és nagyon sok ilyen más uh, szent helyet, energetikai helyet említhetünk. És akik ilyen helyeken élnek, ők szerintem sokkal hamarabb belérik ezeket a magasabb szinteket, mivel hogy ezeket az energiákat fogják kamatoztatni. És ezeknek a szituációknak az energetikai szintje is sokkal magasabban lesz, mert eleve a helynek az energetikája, és a rezgése is magasabban van, más frekvenciá. Tehát érdemes ezeket a helyeket megkeresni, és ilyen helyeken éldegélni, mert akkor az ember sokkal közelebb és hamarabb tud az önvalójához hozzákerülni, hát mondjuk úgy ön én. Én elég hamar elértem ezt az állapotot, vagy mondjuk úgy, hogy. Hát mondhatjuk azt, hogy fiatalon is bár. Bár azt látom, hogy a, a tendencia, hogyha az ilyen szellemi mesterekről beszélünk, meg a mondjuk a vallásalapítókról, akkor ők is pont azokban az időpontokban értékkel. Az önvalójukat, ezeket a szinteket mondjuk, amikor én, vagyis hát mondjuk azt, hogy fordítva, tehát hogy én akkor értem el, amikor ők is. Tehát megvan az, hogy különböző életkoronként, vagy életkorban mi az, amit el kell érni, ahhoz, hogy az ember ide vissza tudjon kerülni. Na, hát nagyjából ennyi. Megint szerintem jó sokat beszéltem. Az a lényeg, hogy. Meg kell nézni azt, hogy a különböző képeknek ö, milyen a, a rezgése, hogy hány herc, hogy én mit nyilatkoztatok ki magamból, milyen képalkotással élek, mert olyan lesz úgymond a sorsom, vagy az itteni vállalásom fizikálisan. És az is lehet, hogy ezeket a úgymond összegeket össze lehet adni és akkor kijön egy úgymond átlag, hogy akkor az én rezgésem az nagyjából mi, vagy hogy én mit tudok elérni ez alatt az út során. Mert nem biztos, hogy a teljes legmagasabb szintet el tudom most érni. Szerintem, ha nem tudom elérni, akkor lehet, hogy vissza kell jönni. Akkor vissza kell jönni, vissza kell születni, ahogyan mondtam, és újra el kell indulni az úton, és újra el kell kezdeni emelni ezeket a szinteket. Nyilván nagyon sok mindent meg lehet tartani. Tehát az, hogyha valaki magas rezgés szinten született, akkor valószínűleg az előző testetöltésében is már magasabb szinten volt, tehát... Igen, és a testetöltés során nem csökkent le nála annyira ez a szint, mert azért annyira nem fog visszacsökkenni. Tehát, hogyha valaki már nagyon mesteri szinten működött, mondjuk a korábbi életében, akkor azért most is már mesteri szinten fog működni, és emlékezni fog erre a vállalására, és emlékezni fog az eredetére. Tehát annyira azért nem fog visszabutulni, úgymond. Mert szerintem ez, maga ez a rendszer sem engedi meg, hogy, hogy ennyire visszabutuljunk, és ennyire visszacsökkenjen ez az egész. Annyira fog visszacsökkenni, ami ahhoz kell, hogy az ember elindítsa magát ezen az úton, végigmenjünk ezen az úton, magyarán, hogy legyen valami, ami minket motivál. Ami, ami arra késztet, hogy, hogy én újra elkezdjek keresni, újra elkezdjek fejlődni, elemezni, és hogy visszatérjek az eredeti, minőségembe, vagy azt megugorjam, és egy még magasabb szintre jussak kell egy még közelebbi állapotba. Hát szerintem ez is benne van úgymond a pakliban. Szerintem a különböző helyzetek, szituációk is emelhetnek ezeken a szinteken, és akár különböző találkozások is, úgyhogy még mindig nem fogom abba adni ezt a felvételt, mert még eszembe jutott valami. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az ember milyen kapcsolatokat épít, hogy, hogy milyen rezgés szintű emberkékkel találkozunk, vagy van valamiféle kapcsolatunk. De az sem mindegy, hogy helyileg, területileg én hol foglalok helyet, és az sem mindegy, hogy időben, tehát hogy milyen korszakban élek. Mert ahogy mondtam, vannak olyan korszakok, amelyeknek sokkal alacsonyabban van a rezgés szintje, és olyanok is, amelyeknek magasabban. De hogyha a helyeket, a területeket, a helyszíneket vizsgálom, akkor ez ugyanígy igaz, erre nézve is. Vannak olyan helyek, amelyeket szent helyeknek neveznek, hogy olyan magasan van a rezgés szintjük, hogy totál lehet érezni, és egy-két óra alatt az ember olyan szinten feltöltődik, hogy ihaj csuhaj, és lehet, hogy én ebből az energetikai töltetből, löketből elműködök egy-két évig, vagy három évig. Mondjuk az én energetikám is ilyen, hogy aki bejelentkezik hozzám, és akivel váltok mondjuk néhány szót, vagy mondjuk egy-két órán keresztül foglalkozom az illetővel, ő ezzel az energetikai mennyiséggel elműködik egy-két évig. És egy-két év után szoktak újra megkeresni, és akkor lehet, hogy megint egy órát, szerintem elég egy óra belőlem, tehát egy óráig beszélünk, vagy átbeszélünk bizonyos ügyeket, és utána nem is tudnak már figyelni, mert olyan energiát adok át, olyan mennyiséget, olyan dózist, hogy kipurcannak, elfáradnak, tehát nem bírják el. És ezt az energetikai mennyiséget be lehet osztani mondjuk egy-két évre. Hát én így működöm. Valaki hosszabb ideig be tudja osztani, de azt mondom, hogy egy órás ilyen beszélgetés vagy konzultáció után egy-két évig el lehet működni. De szerintem ezen előadások után is, tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor is nagyon sok energiát adok át, és vannak, akik szerintem ezeket fel sem tudják dolgozni, nem is tudják végighallgatni. Mert nem bírják el a súlyát, mert nagyon súlyos, én nagyon súlyos energiákat mozgatok meg egyrészt, másrészt meg azok a témák, amelyekről beszélek, hát azok is azok. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem mindegy, hogy az ember egyrészt kikkel kooperál, hogy ezek az energiák hogyan adódnak össze, opa, igen, hogy ezek az energiák hogyan adódnak össze, hogy, hogy területileg, helyileg, hol foglalok helyet, milyen időszakban, és az sem mindegy, hogy nekem milyen a rezgésem. Mert tudjuk egymást tölteni is, de ahogy mondtam, vannak olyanok, akik akik csak elszedik ezt az energiát, és az embert beledöngölik a földbe. Hát nekem voltak, vannak ilyen ismerőseim, illetve azt mondom, hogy voltak, mert én már ezekkel az emberekkel nem foglalkozom. Nem is állok velük szóba, mert, mert mindig az van, hogy leszednek energetikailag, és utána én meg ott maradok. Úgyhogy lehet, hogy plusz kell egy-két nap, mire nagyjából kiózzanodom ebből az egészből, és visszatudom magam, hát egy közelebbi állapotba vinni. Egyébként nagyon sok úgymond ilyen energiavámpír van, rengeteg. Tehát nagyon-nagyon sokan vannak. Ezért jobb szerintem egyedül alkotni, ugye, amiről már az előbb is beszéltem, vagy az előző előadásban, mert ilyenkor az ember sokkal közelebb kerülhet a saját önvalójához, magyarán a fényhez mert szerintem mi a fény felé igyekszünk, ami egy nagyon magas rezgés szinten hercen megnyilvánuló energetikai egység, mondjuk így. És lehet, hogy mi pont azért jöttünk ide, vagy pont azért kellett visszajönni, hogy ezzel a dologgal szembesüljünk, és hogy visszaemeljük ezeket a szinteket, és elérjük ezt, a, ezt az úgymond fényállapotot. Tehát nagyon nem mindegy, hogy, egy másik ember milyen energiákat bocsájt ki, hogy ő milyen szinten tart. Hát akik még nagyon alacsony szinten vannak, meg nagyon zárt a tudatosságuk velük, hát nem tudom. Tehát velük, én mondjuk velük nem foglalkozom, az biztos. Csak azokkal, akik már magasabb szinten működnek, és közülük sem mindenkivel. Csak olyannal, vagy olyanokkal, akikkel tudjuk egymást tölteni, és akiktől azt érzem, hogy a rezgésem, az följebb kerül, nem lejjebb, nem lehúz, nem beledöngöl az anyagba, hanem akitől az ember tud szárnyalni. De ilyen szerintem, hát kevés van. Sokkal kevesebb ilyen ember van a Földön, mert, mert az emberek többsége anyagelvű. Tehát igen, és ők pont, hogy bele vannak ragadva ebbe az egész állapotba, minőségbe. Amiről ugye beszélek, nem is emelkedtek ki, nem is indultak el az úton, és nem, nem értek el olyan frekvenciákat, rezgéseket, amelyekben úgymond jó megfürödni. De tényleg ez olyan, mintha az ember ilyenkor megfürödne, és, és lehet tisztítani is. Tehát én belehelyezhettem magam egy olyan aurába, vagy elérhetek egy olyan aurát, vagy ezt kialakíthatom, amiben nagyon sok tiszta energia van, vagy mondjuk azt, hogy ilyen szent energiák vannak. És a Földön is, ahogy mondtam, vannak ilyen szent energiák, ilyen helyek, területek. De ugyanúgy saját magunkon belül is ezt ki tudjuk alakítani, hát ez a cél. És hogyha már magasabb lesz a rezgésem, akkor nyilván más helyzeteket, szituációkat fogok rálni, tehát a képeknek is, a képalkotásoknak is magasabban lesz a szintje, és akkor az anyagi változat, a fizikális szituáció, amit átélök, az is sokkal könnyebb lesz. Nem mellesleg gyorsabb. Sokkal gyorsabban végig lehet, vin, lehet vinni így bizonyos dolgokat, ügyeket. Mert az ember ilyenkor már nem ragad bele. Azért, mert már, már magasabb minőségben rezgünk, mozgunk. Ez a lényeg szerintem, ez a legfontosabb dolog, és energetikai térképet lehet szerintem készíteni a mi életünkről. Mert ezek a lenyomatok megvannak, azok a lenyomatok is megvannak, amelyek még csak a múltban, vagy amelyek a múltban helyezkednek el, azok is megvannak, amelyek úgymond a jövőben, tehát minden megvan lenyomatként, sziluettként, amelyeknek van egy bizonyos frekvencia száma szintje. Tehát így az egész életünket meg lehetne alkotni térképként, energetikai térképként. Ö, április, nem tudom, vagy 20-a van, vagy 21. Nem írom le, mert nem tudom, hogy hányadika van. Az a lényeg, hogy most már nem sokára a következő előadás lesz, a 770-edik. Ami szerintem fantasztikus, csodálatos, hogy ideig eljutottunk, vagy én eljutottam. Bár mondjuk mondhatom azt persze, hogy közösen jutottunk el, nyilván, hiszen Szoktam azért emberekkel konzultálni, de az a lényeg, hogy öt éve beszélek szinte folyamatosan, és én azt is gondolom, hogy ez alatt az öt év alatt a rezgés szint biztos, hogy följebb emelkedett, és szerintem azok is, akik engem követnek. Tehát biztos, hogy az ő tudatállapotuk is sokkal nyitottabb lett. Mert nagyon sok olyan tételt vázoltam föl, ami eleve nyitott ezen, a, ezen az állapoton. Tehát mondhatom azt, hogy, hogy ezt a, ebben a fajta közegben már sokkal magasabb a rezgés szint, mint 5 évvel ezelőtt, és akik a közegben csatlakoztak, és itt vannak, és uh, használják ezeket az energiákat, szerintem ők is sokkal nyitottabbá váltak, és talán önazonosabbakká, hát ez volt a cél. És azt gondolom, hogy minden ember célja ez. Mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk, hogy úgymond bizonyos mankókat adjunk. Hát én lehet, hogy én pont ezért jöttem vissza. Sőt, biztos, hogy ezt a feladatot elvégezzem. És hogy ilyen régóta alkossak, és szerintem ez még ezek után is így lesz. Tehát fontos megmérni, megnézni a különböző helyzetek, szituációk rezgését, azt is, hogy mi hol tartunk, és hogy mi milyen képalkotással élünk, hogy mi mit képzelünk el az auránkban, az energetikai rendszerünkben, mert ezek fognak besűrűsödni, megnyilvánulni, és így épül fel tulajdonképpen az egész életünk. Vagy a sorsunk, a vállalásunk, amelyben rengeteg kép működik. Sőt, én azt gondolom, hogy csak ezek a képek működnek, rezegnek, amelyeknek különböző a frekvenciája, de ez mindig attól függ, hogy mi hol tartunk, mi az, ami számunkra fontos, milyen vállalást kell végigvinni, hova kell eljutni, és ez attól is függ, vagy azt is, befogja, vagy azt is befolyásolja, hogy mennyi ideig kell itt lenni, de szerintem azt is, hogy hol. Tehát az sem véletlen, hogy hol foglalunk helyet, mert valószínű, hogy ott vannak olyan energiák, amelyeket fel tudunk venni, tudunk kamatoztatni, és euh, amilyen helyeket, területeket nekünk is el kell látni a személyes energetikánkkal, mert szerintem ez egy ilyen oda-vissza labda, mondhatnám azt is, hogy ez egy kölcsönös viszony. Hát szerintem akkor jó, ha kölcsönös. Remélem, hogy ezzel nagyon sokan egyet fognak most velem érteni.